spirituális, vagyis hogy szellemi késdobálásról lesz szó, mert ezek a kések, amelyek annak idején elindultak a levegőben, ezek még repülnek, és akkor a metaforát egy kicsit lefordítom, 1956-ról két olyan vonatkozásban lett szó, amely a előadásom címe is volna, amely a mai napig érezteti hatását, tehát egy történelmi esemény, ami a régmúltba, tehát az őskörbe vész, ugye 60 éve történt, akkor születtem, tehát ez elég pontosan emlékszem, ilyen történelmi előtti időszak, de amelynek a hatását mind a nemzetközi szinten, pályán érzékelni lehet, mint pedig az irodalomban, hiszen ebből a kettőből fog állni most az én előadásom, hogy mit is jelent a nemzetközi politikában a mai napig érezhető hatása, és mit is jelent az irodalomban nem csak a mai napig, hanem örökkévalóan érezhető hatása, hiszen tudjuk, hogy az irodalmi művek, kéziratok nem égnek el, mint ezt ugye Bulgakov már annak idején a Mester és Margaritában megírta, és azt is pontosan tudjuk, hogy az időben ezek a fajta történelmi események elmerülnek, de a róluk szóló művek azok évszázadok múlva is előttünk lesznek, ezeket olvasni, érteni és értelmezni fogjuk. Azt is hadd tegyem még hozzá, hogy ez az a történet, ami engem folyamatosan rendkívül erőteljesen érdekelt, valószínűleg olyan korom óta, mint az itt elsősorban ülő hölgyek, amikor édesapám először mutatta meg azokat az akkor még rejtegetett röplapokat, amelyekben éppen arról volt szó, hogy tartsatok ki forradalmárok, az ENSZ csapatok rövidesen érkezni fognak. Ugye tudjuk, hogy 1956-ban, vagy remélem, hogy tudják, illetve tudjátok, egy nagyon komoly forradalom indult el, hogy ennek a nyomán kivívják azt a, vagy forradalmárok, azt a függetlenséget, azt a szabadságot, azt az önrendelkezést, amelytől hosszú évek óta akkor már meg voltak fosztva. És ebben a rettenetesen izgalmas és nagyon reményteli néhány napban, ez szűk két hét volt, nehéz most elgondolni, hogy milyen rövid idő alatt zajlottak le olyan események, amelyek csak ugyan világtörténelmi jelentőségűekké váltak, és ebben a szűk két hétben mégis volt egy olyan időszak, amikor remélni lehetett, hogy ettől kezdődően az a rendkívül erőteljes nyomás, az a rengeteg szenvedés, amelyben az emberek éltek, azok valamiképpen enyhülni fognak, sőt megváltoznak, sőt egy élhetőbb világ jön létre, és utána megfordult ez az egész folyamat, ugyanezekben a drámai napokban, és akkor már érzékelni lehetett, hogy itt bizony nagy baj készül, és ez a nagy baj azután be is következett, ugye 1956. október 23-án tört ki a forradalom, és november 4-én, tehát kedtől egy utána következő vasárnapig lezajlik ez az egész történelmi panoráma mindenféle eseményével együtt, és akkor egy szovjet invázió, egy szovjet beavatkozás, egy rettenetesen brutális, fegyveres elnyomás vette a kezdetét annak, hogy ne legyen Magyarországon szabadság még 33 évig. Na most két részből áll az előadás, amit mondtam, és nem tudom, hogy mennyi az, amit el kell mondanom, amit esetleg történelmi ismeretekből továbbítanom kellene, hiszen én, aki most már ezt évtizedek óta kutatom, mégpedig, mint Misztides professzor úr említette, a legkülönfélebb levéltárakban ezt a történetet, nyilvánvalóan egy teljesen másféle elképzelése rendelkezem, mint azok, akik esetleg csak ünnepi beszédekben vagy történelemórákban találkoztak ezek a kérdésekre, és az volna a kérésem, hogy bármikor olyasmiről kezdek el beszélni, amit nem igazán követhető vagy érthető, akkor szóljanak és megpróbálok magyarázatot fűzni hozzá, ugyanígy, ha nagyon gyors leszek, akkor is állítsanak le, ha meg nagyon lassú vagyok, akkor az utolsó, aki még ébren van, az szóljon, hogy talán egy kicsit gyorsítani lehetne ilyen későbbi órán bor mellett, nyilvánvalóan érthető. Elnézést kérek, hogy hátat fordítok, de vagyok már hátrébb vonulni, mert hogy ugye egy nagyon izgalmasan sok komponensből álló közönségnek kell itt beszélni, tehát meg kell találni mindenféle regisztert, amelyben szólni tudok. Mit is jelentett a nemzetközi hatása ennek a forradalomnak? Elsősorban azt jelentette, hogy a forradalomnak bizonyos értelemben az ihletése, a kiinduló pontja nem csak Magyarországon belülről adódott, hanem hogy abban az időben olyan jellegű változások indultak el Európa szerte, ugye különösen Közép-Kelet-Európában, amely szovjet uralom alatt állt, amelyek valamiféle olyan reményre adtak esélyt vagy lehetőséget, hogy ez talán nem lesz mindig így, és a magyarokkal nagyon hosszú időn keresztül valamiféle sorsközösségben élő lengyelek voltak azok, akik először megpróbálták, hogy miképpen is lehetne tágítani azon a rettenetes szorításon, amelyet a sztálinista kommunizmus jelentett.
Nem akarok ebben részletekbe venni, valószínűleg hallottak róla most már nagyszülőktől, dédszülőktől, hogy mit jelentett a kötelező beszolgáltatás, hogy a parasztoktól elvették a terményt, mit jelentett a norma rendezés, hogy valaki hiába teljesített 100%-ra, 120%-ra kellett teljesíteni, mit jelentett az értelmiségiek jogfosztása, hogy nem juthattak azokhoz a könyvekhez, amikhez kellett, nem utazhattak olyan konferenciákra, vagy olyan kutatótakra, amelyekre szerettek volna, mit jelentett a vallás elnyomása, hogy a papok talán többen voltak a internáló táborokban, mint a templomokban, és hosszan lehetne sorolni mindazokat a jogokat, amelyekről megfosztották az országot. Olyan tömegű per indult az emberek ellen, hogy szinte minden második, harmadik családban volt valaki, aki teljesen átadta a bíróság elé állt, és ebből lett elege egy mágikus pillanatban az országnak. Éppen a lengyelekkel egy szolidaritási tüntetést szerveztek Bem József szobránál, ugye tudják, a 48-49-es forradalmi szabadságharc legendás tábornoka egyébként a külügyminiszter mellett áll a fölkötött karú szobra, ugye a mai napig hozzájut a Petőfi a nagyon szép versei egyebek mellett. És ez a tüntetés fejlődött azután a forradalom első meghatározó nagy pillanatává, amelyre még aznap éjjel a szovjetek egy bevonulással feleltek. Na most ez azt is jelentett, hogy az első pillanattól kezdve nemzetközi ügyé vált, hiszen a szovjetek mégsem bármennyire is közeli testvéri kapcsolatban voltak, legalábbis névileg a magyarokkal, mégsem voltak magyarok, tehát itt már valamiképpen modern vagy korszerű terminológiával eszkalálódott, kiszélesedett a konfliktus, és két ország közötti konfliktussá vált, sőt ezt a forradalomnak az egyik katonai vezetője később úgy fogalmazta meg, hogy nem is az első, hanem a második szovjet beavatkozás után, ami pontot tett a forradalom végére, voltak éppen két ország közötti háborúról volt szó, mert olyan erővel támadtak a szovjetek, mintha egy valóságos háborút kellett volna megnyerniük, és tegyük hozzá, hogy az a Kirov marsal vezette a Vihr, tehát Vihar nevű hadműveletet, aki egyébként Berlinig jutott el annak idején a II. Világháborúban a seregeivel, és ugyanazzal a retorikával biztatta a szovjet katonákat, hogy a fasisztákat kell leverni. Ezek a fasiszták voltak a forradalmár fiatal diákok, azok, akik szerettek volna egy élhető világban élni. A második mozzanat, amiért megint csak fontos ennek a nemzetközi aspektusáról, vagy nemzetközi vonatkozásáról beszélni, az az volt, hogy van egy világszervezet, az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet azért hoztak létre a II. Világháborút követően, hogy a különféle konfliktusokat, amelyek országok között keletkeznek, azokat ne fegyveres erővel, ne rettenetes csatákkal, összecsapásokkal, hanem igenis békés úton oldják meg, és Magyarország nagyon nagy örömére 1955-ben, tehát egy évvel a forradalom előtt tagja lett ennek a világszervezetnek. Tegyük hozzá, hogy akkor már 10 éve átcsingozott az ország arra, hogy valamiképpen befogadjanak minket az Egyesült Nemzetek. Ennek részben az volt az oka, hogy a hidegháborúban, tehát a 1945-öt követő időszakban ugye a két szembenálló katonai és politikai tömb az nemigen akart még az enyhülésen gondolkodni. A másik oka pedig az volt, hogy az Egyesült Nemzetek, mint szókapcsolat, az úgy jött létre, hogy egyesültek a nemzetek a fasizmussal szemben, és mi pontosan emlékezhetünk rá, hogy tanulmányaikból talán ismerik, hogy Magyarország ebben az időben bizony a fasiszta tengelyhatalmak oldalán állt, és így is vesztette el a háborút, tehát hosszú időn keresztül, mint egy büntetésképpen sem csatlakozhatott az ENSZ-hez. Megtörtént az első szovjet beavatkozás, ugye a fiatal forradalmárok, nem akarok most a forradalom eseménymenetének a egyes epizódjaiba belemenni, pedig ezek rendkívül érdekesek és nagyon drámaiak voltak, tehát szívesen mesélnék róla, de bármilyen gyorsan beszélek, az idő még gyorsabban telik, és mégsem akarom, hogy az egész éjszakát együtt töltsük. Tehát, amiről szó van ebben az esetben, hogy nagyon hamar a konfliktus ugye nemzetközi súlyúvá vált, és ez azt jelentette, hogy az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete napirendjére tűzte a magyar ügyet, hogy valamit ezzel kezdeni kellene immár. És akkor még úgy tűnt, ez ugye az első héten volt, tehát kettőn mondjuk vasárnapig terjedt az első hét, amikor még úgy tűnt, hogy sikerül megegyezni a szovjetekkel, ez egy óriási esély volt, mégpedig abban az értelemben, hogy lehet, hogy a szovjeteknek is érdekük az, hogy ne katonai erővel feleljenek egy olyan jellegű reformmozgalomra, amelyik voltaképpen egy emberarcú szocializmust a korabeli szóhasználattal szeretett volna elérni, tehát nem fasizmus, nem adták vissza volna a tőkéseknek a gyárakat, a nagyuraknak a földeket, nem rekonstruálták vagy restaurálták volna a háború előtti nagyon nehezen élhető Magyarországnak a közjogi és egyéb viszonyait, hanem igenis valamiféle progresszív világon belül kerestek egy élhetőbb esélyt, és éppen ezért azt az üzenetet küldte ki a magyar ENSZ képviselőnek a kormány, hogy ez belügy, az ENSZ ezzel ne foglalkozzon, mert ez volt az ára annak, hogy akkor esetleg a szovjetekkel meg lehet egyezni.
Mi történt közben? Megint, ami a nemzetközi politikának egy nagyon jelentős epizódja, fordulata, drámája volt, hogy ugyanakkor, amikor a magyar események zajlottak, és amikor csak ugyan egy pillanatra megérlelődött a remény, Hruscsov, a korabeli szovjet pártfődiktár, Magyarországra küldi két közeli munkatársat, akik tárgyalnak és rádöbbennek arra, hogy Nagy Imre, a forradalom vezetője, nem akar igazából itt tőkés restaurációt, nem akar a Szovjetunió elleni hídfőállást létesíteni mondjuk a NATO számára a Szovjetunióval szomszédos Magyarországgal, hanem igenis valamiféle olyan vízió van előttük, amely nem nagyon távoli az akkori Hruscsovtól, aki éppen az úgynevezett híres 20. kongresszuson leszámolt a korabeli, vagy az előző korszaknak a meghatározóan fontos bűneivel, tehát a sztálinizmus nagy bűneivel, és akkor még úgy tűnt, hogy talán ők is engedik Magyarországot, meg is jelent egy közlemény a Pravda című pártlapban, hogy igen, a szocialista országok új alapokra helyezik ezt követően a viszonyaikat, és amire ez nyomtatásban napvilágot látott már, egy éppen ezzel ellentétes döntés született a Kremlben, egy ilyen kötetben, ez egy, egyébként ennek a dokumentumai megtalálhatók, hogy döntés a Kremlben, mert mi történt az alatt, miközben tárgyaltak, és miközben megjelent az újság, egy újabb nemzetközi konfliktus, egy nagyon éles és nagyon erőteljesen és nagyon veszélyes konfliktus alakult ki a Közel-Keleten, a Szuezi csatornánál, amelyet államosított Nasser, az akkori egyiptomi elnök, és ezt az államosítást meg akarták akadályozni azok, akik ugye korábban tulajdonosai voltak ennek a csatornának, a britek és a franciák, és ennek nyomán egy titkos terv, egy titkos találkozó szervben összejött, talán nem véletlenül a magyar forradalommal egyszerre időzik, vagy a szovjetek el lesznek foglalva a magyar forradalommal, és akkor nem fognak odafigyelni arra, hogy mi történik a Közel-Keleten. Izrael megtámadta Egyiptomot, segítségére sietett a francia és a brit hadsereg, és egy valóságos háború robbant ki a Közel-Keleten, ami azt jelentette, hogy a szovjetek abban a pillanatban megijedtek, hogy ez a háború kiterjedhet, eszkalálódhat, akár világháborúvá is válhat, és akkor nem engedhetik el azt a nagyon fontos stratégiai pozíciót, amit Magyarország jelent. Ez azt jelentette, hogy ettől a pillanatról kezdve úgy döntöttek, hogy nem. Ráadásul, hogyha a nyugati demokráciák fegyvert használnak a konfliktus megoldásában, akkor még lehet a szovjeteknek is fegyvert használni. Ez egy nagyon veszedelmes döntés volt, ugye voltak éppen a saját erkölcsi alapjukat ásták alá azok a nyugati demokráciák, amelyek akkor fegyverrel kívánták elrendezni ezt a konfliktust. És még egy nagyon különös helyzet következett mindenből, mégpedig az, hogy az egyik oldalon álltak az izraeliek, angolok és franciák, másik oldalon a szovjetek, és az amerikaiak nem a saját szövetségeseik pártján álltak, nem azt mondták, hogy igenis fegyverrel kell rendet teremteni a szuezi csatornán, hanem azt mondták, hogy hoppá, álljatok meg, ezt most már nem szabad, a régi gyarmatosítók azok széljeik magukat és vonuljanak vissza, mert hogy jönnek az új gyarmatosítók, de ezt megtették hozzá. Na most ez azért is rendkívül lényeges volt ebben a pillanatban, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az egész figyelme, akkor egy svéd, egyébként nagyon rokonszenves és nagyon tehetséges diplomata, Dag Hammarskjöld volt az ENSZ főtitkára. Ez a svéd úgy döntött, hogy ott azonnal rendet kell csinálni, ott fegyverek ropognak, ott csak ugyan a szuezi csatornának a szerepe minden szempontból rettenetesen fontos, ahol a hajókat süllyesztettek el, tehát hónapokig nem volt járható a csatorna, olaj van, rendkívül erőteljes érdekeltségei vannak egész Európának, egész világ számára abban, hogy onnan az olaj folyamatosan érkezhessen, és ennek következtében úgy döntött, hogy ott rendet kell, rendet tud csinálni, döbbenetes módon, rendkívül rövid idő alatt egy kék sisakos ENSZ hadsereget állított föl szinte a semmiből az ENSZ apparátusa, és ezek voltak éppen szétválasztották a küzdő feleket, és egy nagyon veszedelmes háborút megállítottak, és Magyarországon közben zajlottak az események, ahogy ezt a történetkönyvekből ismerjük, hogy megjelent a Pravdában ez a cikk, mindenki reménykedni kezdett, ugyanakkor a szovjet döntés nyomán elkezdődtek azok a csapatösszevonások, elkezdődtek azok a katonai manőverek, amik teljesen egyértelművé tették, hogy a szovjetek hiába mondták azt, hogy új alapokra helyezik a testvéri országok kapcsolatát, voltak éppen egy második és egy sokkal erőteljesebb beavatkozásra készülnek, mint október 24-én. Pontosan érkeztek a jelentések, körbeveszik a repülőtereket, nem kifelé mennek, hanem befelé jönnek, és amikor bekérette magához Nagy Imre Andropov, szovjet nagykövetet, ugye a KGB-nek, a szovjet titkosszolgálatnak egy nagyon jelentős vezetője lett később, majd pedig a szovjet pártfőtitkár, az folyamatosan mondta, hogy ő semmi, csak a sebesülteket szállítják el, nem ezek csak jönnek rendet csinálni, hogy a szovjet kivonulás rendbe menjen, áramlottak be 10 000-vel hadosztályok, és közben folyamatosan a miniszterelnök szemébe hazudott a szovjet nagykövet. Mi történt a későbbiekben? Magyarország az ENSZ-hez fordult ismét.
hoppá, most már nem belügyről van szó, segítsen az ENSZ. És mi történt az ENSZ-ben? Azt az ENSZ nagykövetet, aki azt a táviratot felolvasta még, amit korábban küldtek, hogy igenis ez belügy, és az ENSZ-nek ebben nincs semmilyen jogköre, azt visszahívták, hogy hogy képzeli azt. Azt gondolták, hogy szabotál, pedig egy utasítást teljesített. És a helyére lépett a második számú ember, egy Szabó János nevű, nem túl jelentős diplomata. Magyarország, mint említettem, 1955-ben csatlakozott a világszervezethez, ez pedig azt jelentette, hogy részben kialakult egy olyan kompromisszum, hogy igenis most már Magyarország is egyéb nyugati és keleti országokkal együtt része lehet a nemzetek közösségének, másfelől pedig ez a korabeli sztálinista, tehát szélsőséges kommunista politikának volt egy sikere, és igazából az ENSZ csatlakozás túl azon, hogy nagyon jelentős politikai sikert jelentett, elsősorban a korabeli titkos szolgálatoknak, a kényszervezetnek, a titkos rendőrségnek volt nagyon fontos. Voltak éppen az egész ENSZ csatlakozás, mint ezt a titkos szolgálathoz, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának az adataiból ismerhető, ezt voltak éppen az AVH, az AVO, a titkos szolgálat szervezte, azért, hogy New Yorkban is létrehozhasson egy úgynevezett rezidentúrát, ez volt a kémközpontnak az elegáns oroszból fordított, vagy nem is fordított, hanem oroszból kölcsönzött neve. És ez a rezidentúra igazából arra szolgált, hogy az ENSZ fedésében, hogy megint egy ilyen terminust használjak, tehát úgy csinálnak, mintha ENSZ diplomaták lennének, de igazából nem a világ békén dolgoztak, hanem ennek az ellenkezőjén. Ez a Szabó János ennek a titkosszolgálatnak volt egy tisztje, és ő volt az, aki a későbbiekben, amikor Nagy Imre elküldi a táviratait az ENSZ-hez, nem kíván ezekkel foglalkozni, nem kívánja ezt továbbítani, mert ő már pontosan tudja, hogy szovjetek beavatkoznak, pontosan tudja, hogy egy új kormányt fognak alakítani, és már akkor beszél ennek az új kormánynak a megalakításáról, mikor magának a kormánynak a tagjai sem tudják, hogy ők meg lesznek alakítva, mert ők még bujkálnak és féltik az életüket attól, hogy mi is lesz a forradalom nyomán, vagy éppen Moszkvában kuksolnak. Tehát ez egy nagyon érdekes, nagyon ellentmondásos történet, és látjuk megint ezt a fajta nemzetközi képet, amely kialakul, és amikor bekövetkezik a második szovjet beavatkozás, akkor voltak éppen nincs nagyon mozgástere az ENSZ-nek, mert még mindig az a távirat van érvényben, hogy igenis ez magyar belügy. És az ENSZ diplomata, aki ugye a titkosszolgálatok embere Szabó János, az személyesen Nagy Imrétől, a forradalmi kormány vezetőjétől kapta a felhatalmazását. Tehát ez egy kis magyar abszurd történet, hogy aztán majd az irodalmi vizekre is átevezzük, látjuk tehát, hogy az abszurd és a grotesz Magyarországon egyáltalán nem a fantázia terméke, hanem történelmi tapasztalaté. Másrészt pedig ez azt is jelentette, hogy a magyar ügy ilyen értelemben az ENSZ-nél elveszett. Nem csak ezért veszett el az ENSZ előtt a magyar ügy, hanem azért is, mert maga az ENSZ sem volt igazán képes és hajlandó arra, hogy foglalkozzon ezzel a történettel. Nagyon érdekes látni, és ez, amire Misztilesz professzor úr utalt, hogy ha az ember kimegy és New Yorkban tanulmányozza ezeket az aktákat, hogy érzékelje azt, hogy az ENSZ főtitkárához azok a jelentések, amelyek eljutnak a magyar forradalomról rendszeresen az íróasztalára, azok egyáltalán nem hiteles a magyar fővárosból vagy a magyar vidékről tudósító helyzetképek, hanem valamiképpen a szovjet propagandának a visszhangja. Fasiszta elemek, a régi tőkésrend restaurációja, a gyenge miniszterelnök, aki nem tud mit kezdeni az egymással összeegyeztetlen érdekcsoportokkal, majd pedig azt jelentette, hogy az ENSZ-en belül elég jól működött valamiféle olyan szovjet dezinformációs mechanizmus, amely a legmagasabb szintre is eljuttatta ezeket a félrevezető híreket. Ezt elég drámai volt látni, hadd tegyem hozzá, hogy én magam több mint 20 éve foglalkozom ezzel a történettel, igazából egy nagyon izgalmas mellékszál kezdett engem érdekelni ebben, egy dán diplomata, akit Bang Jensennek hívják, aki voltaképpen az életét adta azért, hogy a magyar ügyet rendesen vizsgálják ki, ugyanolyan elégedetlen volt az ENSZ szerepével, mint a magyarok voltak, részt vett a Magyar Ügyet Vizsgáló Bizottságban, és amikor ennek az elégedetlenségének nem csak hangot adott, hanem bizonyos értelemben sajtóvisszhangot is talált, és megpróbált konfrontálódni a saját főnökeivel, akkor először elbocsátották az ENSZ-ből, majd pedig holtan találták New Yorkban, Long Island-en, és a mai napig nem tudjuk, hogy öngyilkosságot követett el, vagy megölték. Visszatérve, követhető az, amit elmondok, vagy udvariasságból ilyen figyelmesek és csöndesek? Szóljanak, ha bármilyen kérdés volna, mert lehet, hogy egyszerűen a sebesség miatt, amivel beszélek, próbálják követni azt, hogy egyáltalán a szavaim fölfogják és a tartalmaik. Tehát, hogy kérem, hogy állítsanak le, hogyha bármilyen kérdés volna. A következő lépés, amit ugyancsak a nemzetközi kontextus, nemzetközi közeg vizsgálatához érdemes
érzékelni vagy érzékeltetni, az, hogy milyen jelentősége volt annak, ami Magyarországon történik. Először is nagyon fontos, hogy a környező szocialista országok, mint említettem, Lengyelország, az valamiképpen egy hasonló úton kezdett járni, aztán utána nagyon megijedtek attól, hogy ennek milyen következményei lesznek, és ilyen hosszú éveken, évtizedeken keresztül nem is volt érzékelhető egészen az 1980-as évekig, amikor viszont Lengyelország vált bizonyos értelemben a kommunista hatalom vagy uralom elleni küzdelem zászlóvivőjévé, de nem volt érzékelhető az, hogy mi történik. Egyébként tegyük hozzá, hogy Hruscsov, tehát a szovjet pártfőtitkár, mielőtt dönt a magyar beavatkozásról, végig látogatja az összes szocialista ország vezetőjét, hogy az hozzájárulásokat kérje ahhoz, hogy mi történik. Sőt, a kínaiak, a kínai pártdelegáció tárgyal abban az időben Moszkvában, és a Seremetyevói repülőtéren ott van már a repülőgépen ül a kínai delegáció, és várja, hogy felszálljon, és ingáznak a Kreml és a repülőtér között, hogy folyamatosan a kínaiaknak is a hozzájárulását kérik ahhoz, hogy el lehessen nyomni fegyveresen a forradalmat. Ez azért nagyon érdekes, mert a kínaiak bizonyos értelemben nem szovjet típusú kommunizmust építettek, és ez nagyon ihlető volt a magyar forradalmárok számára is. Chu Enlai, a korabeli kínai miniszterelnök egyébként már 57. januárjában, tehát a szép idő Budapestre eljött, és meglátogatja Kádárt, hogy a szovjet páncélosokkal érkező pártfőtitkárt vagy miniszterelnököt, aztán később elmondja, hogy nem elég az a 300 ember, akit kivégeztetek, 30 ezeret kellene ahhoz, hogy soha többet ne legyen forradalom. Na most a másik nagyon érdekes, megint csak még a szocialista országokat tekintve, Jugoszlávia, ugye a déli szomszédunk, Hruscsov maga Mikojánnal, az egyik legközelebbi munkatársával elrepül Brioni szigetére, Tito, ugye, aki a korabeli jugoszláv pártfőtitkár volt, egyébként egy karizmatikus figura, partizán vezér, tehát ugye a jugoszlávok nem szovjet vagy amerikai vagy a brit segítséggel szabadultak meg a fasiszta uralomtól, hanem partizán háborúval, önerőből, függetlenek is lettek a Szovjetuniótól, hosszú időn keresztül nagyon éles konfliktusok alakultak ki a Szovjetunió és Jugoszlávia között, tehát volt egy bizonyos presztízse annak, hogy a jugoszláv vezetés milyen erőteljes, milyen önálló, sőt a jugoszláv társadalmi berendezkedés bizonyos értelemben modellül vagy mintául szolgált annak, ami Magyarországon történik, mert például munkástanácsok is voltak, önigazgatás volt, egy demokratikusabban elképzelt, nem is demokratikusabban működő szocializmus, de Tito maga is hozzájárult ehhez a beavatkozáshoz, sőt, megígérte azt, hogy ő majd kiiktatja Nagy Imrét, tehát a forradalmi kormány bizonyos értelemben, és hát ez is történt, mert a forradalmi kormány tagjai a jugoszláv követségen kértek menedéket, és ezt követően majd onnan rabolják el a szovjetek, amikor azt ígérik nekik, hogy sértetlenül hazatérhetnek. Hosszan lehetne még sorolni mindazt, amit a nemzetközi palettán történik, de amit még érdemes talán ezt követően kiemelni, az, hogy ez szinte mint egy epicentrum, mint egy földregésnek az epicentruma szétgyűrűzik az egész világon, mindaz, ami Magyarországon történik, és ennek az egyik legfontosabb eszköze éppen az ENSZ, éppen az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyik egyfelől nem tud és nem kíván a magyar ügyel politikailag foglalkozni. Nem tudják megoldani. Pontosan érzékelik. Suezben van megoldás, Magyarországon nincs. Itt a vasfüggöny, szovjet érdekszféra, nincs esély arra akár, hogy ENSZ katonákat ide repítsenek, noha, hogy érkezik a fegyveres segítség, ezt a forradalom utolsó napjaitól kezdődően a Szabad Európa Rádió hirdette és bizonyos értelemben félrevezette a magyar ellenállókat, különféle tanácsokat is adtak, hogy hogy kell a szovjet páncélosokat legyőzni, hogy kell molotov koktélokat készíteni, és veletek egykorú fiatalok voltak, ugye ezek a pesti srácok, akik nagyon sokszor fölmentek különféle emeletekre, kihajoltak az erkélyről, és majd ha itt érdekel, elmagyarázom, hogy kell molotov koktélt készíteni, hogy kell azt pontosan a tanknak arra a kipufogó részére rádobni, amitől mint egy beszippantja a lángra lobbant palackot a ez a fajta motor, és egy óriási robbanással egy pesti srác, 5-6 szovjet katonát és egy páncélos kiiktat. Tehát ez egy nagyon jelentős és nagyon fontos tanulság volt, de hát nem volt nagyon becsületes dolog, ebből később vizsgálat is lesz, hogy a Szabad Európa Rádió miközben pontosan tudja, hogy senki egy ujját nem mozdítja a magyarokért, senki nem kockáztatja egyetlen katonáját sem azért, hogy a magyarok szabadok legyenek, az ENSZ-ben is az első pillanattól kezdve evidens, hogy nem küldenek ide semmiféle békefenntartót, ennek a látszatát föntartották, és ilyen jellegű röplapok is megjelentek, ilyen jellegű hírek elterjedtek, pár órát még tartsatok ki, mert itt lesznek az ENSZ csapatok. Király Béla, akire már utaltam, amikor menekül Budapestről, akkor megáll még a Zugligeti, ugyanott van egyébként a mai napig az amerikai nagykövet rezidenciája, bekopog, hogy tessék mondani, jönnek a csapatok, segítenek felszabadítani Magyarországot? A kertész van egyedül otthon, ugye a követség tagjai azok bujkálnak,
benne az épület a Széchenyi házban, nem messze a parlamenttől, kertész valószínűleg nem tudott releváns választ adni, elment Király Béla, és egyébként az ENSZ bizottsága előtt, a Magyar Ügyet Vizsgáló Bizottság előtt nagyon fontos tanúvallomást tett. Mert ez volt a következő lépés. Az ENSZ érzékelt, hogy valamit tenni kell ezzel az ügyel, a nemzetközi fórumon nem lehet abból precedens, hogy egy erősebb ország simán legyőzhet, elnyomhat egy belülről induló spontán demokratizálódási folyamatot. És amit az ENSZ tenni tudott ebben az időben, és az nem volt kevés, az, hogy megpróbál segíteni abban, amiben tud. Politikailag sok kísérletet tett, de igazából két nagyon fontos mozzanatában tudott voltak éppen a magyar forradalom segítségére sietni. Az egyik a menekült válság kezelése volt, a másik pedig a segélyezés. Ugye 200 ezer ember hagyta el ekkor az országot. Ugye Magyarország akkor még kisebb volt lakosság számát tekintve, és még most óriási szám. Ez a 200 ezer emelől 180 ezer Ausztriába megy, ahol még ugye 955-ben vonulnak csak ki Ausztria keleti részéből a szovjetek, és akkor jön létre az államszerződés, akkor válik Ausztria semlegessé, egyébként ez is egyfajta biztatást jelentett a magyar forradalmárok számára, hogy tudnak a szovjetek kelet felé is menni, nem csak nyugat felé, ez nagy élmény volt. Másrészt pedig, hogy lehet semleges egy ország, Magyarország is ugye nagy ingel deklarálta Magyarország semlegességét, tehát 180 ezer ember ment ki Ausztriába, és ezek a dokumentációját valami döbbenetes látni, ezek voltak azok az iratok, amelyekhez hozzáférhettem a közelmúltba. Tegyem az egy 60 évig azért az ENSZ is zárva tartotta ezeket az iratokat, tehát nyilván volt oka arra, hogy ne hozza minden nyilvánosságra, és ezekből mindenkit befogadtak. Tehát befogadták azt is, akiről lehetett tudni, hogy ávós volt, hogy kommunista volt, hogy katonatiszt volt, tehát aki a mai szóval biztonsági kockázatot jelentett. Befogadták az éhezőket, a gyerekeket, az öregeket, és így tovább, és egy elképesztő humanitárius működéssel sikerült ezt a 180 ezer embert aztán voltak éppen egy év alatt tovább küldeni, sokan maradtak Ausztriába, de voltak éppen a világ különféle tájaira szétosztani. A másik, ami ugyanilyen jelentős volt, az pedig a segélynyújtás. Elképesztő állapotban volt az ország gazdaságilag, 56-ban nem csak a forradalom miatt, nem csak azért, mert ugye a hadműveletek és egyebek miatt nem lehetett termelni, általános sztrájkolt, leállt a termelés és így tovább, de nagyon rossz volt 56-ban a termés, és nagyon sok egyéb ugye a sztálinista gazdaságpolitikának a következményeként, hát egy éhínség alakult volna ki, és ebben megint csak fantasztikus mennyiségű segéllyel próbálták ezt a nagyon válságos helyzetet sikerrel az ENSZ-ben megoldani. Ráadásul, mivel pontosan tudta az ENSZ, hogyha ő politikailag elkezd föllépni a Kádár rendszerrel szemben, már pedig kénytelen föllépni vele szemben, hiszen az, ami történt, az politikailag az ENSZ alapokmányát tekintve elfogadhatatlan. Kockáztatja a segélyszállítmányok célba juttatását. Ezért úgy döntött, hogy hát ilyen furcsa szóval strómanként, vagy ilyen háttérben álló csendes társként lesz ő a segélyezésnek a főszereplője, hogy a Vörös Kereszt az, a Nemzetközi Vörös Kereszt az, amely bejuttatja ezeket a segélyeket Magyarországra, de igazából az ENSZ biztosítja azt, amit be kell juttatni Magyarországra. Ez rettenetesen érdekes, rettenetesen fontos, és erről is elég keveset lehetett tudni. Na most, ami ezt követően a politikai megoldás jelentette volna, amit a nemzetközi hatás még mondjuk ilyen értelemben jelentett, az az volt, hogy az ENSZ elkezdett hivatalosan is foglalkozni a magyar üggyel, és létrehozott sokféle kísérlet nyomán egy külön bizottságot, mégpedig azért, hogy vizsgálja meg, hogy mi is történik Magyarországon. Úgy volt, hogy az ENSZ főtitkár maga is Magyarországról. Úgy volt korábban, hogy kinevez különféle képviselőket és megfigyelőket, bejöjjenek, hogy mi van Magyarországon, és miképpen lehet erre válaszolni. Az ENSZ határozatokat hozott, amit semmibe vettek mind a szovjetek, mind a magyar hivatalos kormány ebben az időben, és akkor döntött úgy, hosszú hónapokkal az események után, hogy jöjjön létre egy külön bizottság, és ez, hogyha letesz egy jelentést az ENSZ asztalára, ugye a közgyűlés a legfontosabb döntéshozó szerve az ENSZ-nek, akkor ezt követően valamiképpen talán viszonyulni tud az ENSZ, valamiféle módon olyan határozatot hozhat, amelyet talán betartanak a szovjetek és a magyar kormány is. Ez némiképpen illuziórikus volt, és már ebben a pillanatban érzékelhető volt az, hogy az ENSZ-en belül is fékező mechanizmusok, bizonyos értelemben szabotás, bizonyos értelemben valamiféle a szovjet szempontokat és álláspontot képviselő tendencia érvényesült, mert amikor létrejött ez a különbizottság 5 nemzet képviselőjéből, tehát ebből már szétsugárzott az ENSZ, szerint keresztül a magyar forradalom hatása a világ számos részére, Ceylon, Tunézia, Uruguay, Dánia és Ausztrália ENSZ képviselői voltak azok, akik ebben a különbizottságban részt vettek,
És ennek nyomán elkezdtek menekülteket meghallgatni, dokumentumokat összeszedni, és egy nagyon jelentős, nagyon fontos, mai napig érvényes dokumentumot tettek le végre az ENSZ asztalára. Tegyük hozzá, hogy hosszú hónapokkal később, januárban alakul meg ez a bizottság, azzal a mandátummal, hogy még az ülésező közgyűlésnek tegyen jelentést. A közgyűlés március-áprilisig ülésezik, és addig nem fejezi be a munkát, talán nem véletlenül, és a jelentés csak júniusra készül el, és amikor sürgősséggel össze akarnak hívni egy rendkívüli közgyűlést, akkor voltak éppen az ENSZ titkárságán ezt finoman megakadályozzák, hogy majd a szeptemberi rendes közgyűlésnek a napirendjére kerüljön a magyar ügy. Tehát 56. októberétől 57. szeptemberéig majdnem egy év telik el, és pontosan lehetett tudni, hogy ez a véres és rettenetes konszolidáció, a forradalom leverése, a forradalmárok megbüntetése, a helyzet visszavonhatatlanná fordítása, erre ez a 11 hónap bőségesen elegendő volt, tehát ilyen értelemben az ENSZ sajnálatos módon asszisztált ahhoz, hogy ez a fajta diktatórikus rémuralom létrejöhessen. Amikor ezt a következő jelentést megfogalmazzák és leteszik az ENSZ asztalára, akkor még mindig egy kicsit fölcsillan a remény. Nagyon érdekes, mert a párt titkos hangulat jelentéseiben eljut a legfelsőbb pártvezetés fülébe olyan információ, hogy állítólag már csomagolnak a szovjetek. Mert hogyha az ENSZ határozat az csak ugyan érvényben lép, akkor a szovjeteknek ki kell menniük. És ezért pánikba is esik a nomenklatúra, tehát a kommunista vezetés egy része, annyira, hogy a külügyminisztériumból minden érzékeny iratot elszállítanak és géppuskás osztagokat helyeznek el 57 szeptemberre a külügyminiszter tetejére, minthogyha akkor megrohamoznák ezekért a dokumentumokat a külügyminisztériumban egy teljesen megfélemlített és gerencétört országban. Hosszan lehetne még sorolni, csak az időm kezd most már, az erre szánt időm kezd a végére járni, de annyit még hadd tegyek hozzá, hogy rendkívül érdekes és rendkívül fontos szerepet játszik ebben az időben még India, amelyik a magyarok számára Jugoszláviával szemben egy olyan jellegű semleges ország, amelynek a súlya és a hatása sokkal erősebb lehet, mint talán Jugoszláviáé. És ez is nagyon érdekes, hogy az indiaiak próbálnak is közben járni, nem túl sok sikerrel a szovjeteknél azért, hogy ne legyen ilyen rettenetes a megtorlás. Az is nagyon érdekes, hogy a későbbiekben, amikor az ENSZ különbizottsága befejezi a munkáját, voltak éppen ezzel a befejezéssel is az ENSZ a saját határozatát szegi meg, mégpedig a legmagasabb szintről érkező utasítással, mert arról volt szó, hogy ez a különbizottság tegyen jelentést az ENSZ-nek, és aztán folyamatosan jelentsen újra és újra a magyarországi állapotokról. Ez azért volt nagyon fontos, mert a forradalomnak vége lett, leverték, borzalmas volt, de nem volt mit tenni. De a megtorlásról lehetett volna enyhíteni. Folyamatosan érkeztek az információk Magyarországról, és ezeket az információkat láttam én is nemrégiben New Yorkban. Ezek borzasztó történetekről számoltak be, internálásokról, kivégzésekről, börtönről, kínzásról, állások elvesztéséről, megfélemlítésről, és így tovább. Ezen az ENSZ igazából ekkor már nem törődött. És megint csak ez volt az, amiatt ez a bizonyos Pólbám Jensen, ez a dán diplomata, aki ennek a bizonyos különbizottságnak a tagja volt, úgy érezte, hogy ez nem véletlen, hogy itt valami nagyon nagy dolog. Ugye ő dán volt, valami bűzlik Dániában, itt nem Dániában, de New Yorkban bűzött valami, nem is kevéssé. Az is nagyon lényeges, hogy amikor a különbizottság letette a jelentését, akkor egy külön megbízottat neveztek ki, egy tájföldi herceget, Van Vajtajakonnak hívták. Ez is nagyon furcsa, hogy egy kommunista államban vizsgálódjon egy herceg, ugye ez akkor kimondottan osztály ellenség volt, püspökök, hercegek, grófok, naplopok és burzsvák, ugye így szólt az egyik kommunista induló, és amikor ő letette a saját mandátumot, akkor pedig Sir Leslie Munro, Sir, egy lovag, kapta meg azt a feladatot, hogy a magyar ügy, vagy a külön rendkívüli képviselője legyen a magyar ügynek. Tehát ez is lehet, hogy véletlen volt, de nem biztos. Ugyanígy lehet, hogy véletlen volt, de nem biztos, hogy a magyar ügyet vizsgáló különbizottság vezetője, az a dán diplomata, Bang Jensen ott egy, voltak éppen egy, a titkárság egyik vezetője volt, Alsing Andersen volt, aki korábban éppen abban a dán kormányban volt hadügyminiszter, amelyik együttműködött a németekkel. Tehát ez is adta magát, hogy persze hát egy fasiszta védi a magyar fasiszta felkelést. Tehát nagyon sok olyan homályos mozzanat van, amit az ENSZ-en belül talán most már tisztázni lehet, és aminek a homálya sajnos az ENSZ-re sem vett jó fényt, hogy ilyenfajta képzavarra lévjen, és ezzel már át is vezessen lassanként az előadás második felére, mindazt, amit mondani akarok az irodalmi kérdésekről. De ebből is talán érzékelhető, hogy ami Magyarországról elindul, egy kis országból, az átgyűrűzik, ugye Ausztrália, Új-Zéland, Tajföld, a Uruguay, tehát hogy olyan mértékben vált ez nemzetközi az ENSZ miatt,
amire nem nagyon volt példa, ráadásul az is nagyon érdekes volt, hogy ezek az országok miképpen reagáltak a magyar ügyre, azokra a kérdésekre, amelyekért a magyar forradalom voltak éppen kitört, és miképpen viszonyultak azokhoz a későbbi tragikus mozzanatokhoz, tragikus pillanatokhoz, amelyekből a legtragikusabb, és akkor ezzel zárjam az előadásomnak ezt a felét, éppen Nagy Imré kivégzése volt, ugye annak a Nagy Imrének, aki maga fordult személyesen Hammarskjöld Hensz főtitkárhoz táviratilag, akinek Kádárék kegyelmet ígértek, ugye egy szabad elvonulást kapnak a jugoszláv követségről, a szabad elvonulás a tököli repülőtérig tartott, ahonnan Snagovba vitték őket, majd a főutcába, majd pedig a Bitófára. Ez azért eléggé példátlan volt, ugye többszörösen megszegni a saját szavát, és az ENSZ sem hagyhatta ezt szó nélkül, és nagyon érdekes látni, ahogy egyszer csak az ENSZ, amelyik minden információ birtokába volt már ebben a pillanatban, mint egy sok hatásként éli az, hogy hoppá, tényleg kivégezték azt, akiről egyébként folyamatosan jelentették Budapestről, mivel vádolják, melyik bíró kapta meg az ügyet, kiket végeztek már ki ennél kevesebbért is, és így tovább. És amikor bekövetkezett Nagy Imre és mártír társai, Maléterpár, Szilágyi József, Imek Miklós, Losonczy Géza kivégzése, akkor ettől a pillanattól kezdődően az ENSZ-nek valamit tennie kellett, és ez a valami ez nem volt több, mint egy olyan jelentésnek a megszületése, ami inkább siralmas volt, mint bármilyen értelem biztató. Az ENSZ próbálta magyarázni a bizonyítványát, menteni, ami nem menthető, hogy miért fajulhatott idáig az ügy, hogy az ENSZ ma minden információ birtokába volt, miért nem tett szinte semmit ezeknek az embereknek a megmentéséért. Nagyon szomorú történet, ugyanakkor nagyon érdekesen világít rá egy nemzetközi szervezet mozgásterére, döntési mechanizmusára, a hidegháború időszakának egy nagyon drámai pillanatára, és ugyanitt a jegyzeteimben még rengeteg minden van, számos egyéb európai és távolabbi országot, de mostanában rátérnék az előadás második felére, hogy azok, akik esetleg azért jöttek, hogy 56 hogy ért tovább az irodalomba, azok sem menjenek innen el üres kézzel, hogy meg üres fejet mondjak. Mi az, ami esetleg ennek kapcsán érdekes vagy fontos volna, ami esetleg homályban maradt, amiről esetleg mondjak még pár szót? Szerintem menjünk tovább, és a végén. És akkor a végén lesz arra abszolút alkalmas. Mondjuk még beszélek egy olyan 30 percet, azt kibírják, vagy mennyi legyen még? Nagyon élvezünk. Köszönöm szépen. Adódi bejártam, ugye? Hogy? Igen. Tacsolálj meg ezek a közös. Igen, persze. Akkor folytatom. Bárki, akinek tényleg úgy érzi, hogy ez sok vagy kérdése vagy, akkor azt jelezze. Bocsánat, és akkor a Dán informatáról, Dán. Dán. Dán, igen, róla lehetne picikét többet, mert én történész hallgató vagyok, és én is nyáron hallottam róla, először bevallom, és ő vannak nálam fiatalabbak. És ez nagyon érdekes volt reggel. Nem, hogy a Bonyolik Katalin nevezett valami. Úgy van. Így van. Olyan, én a következőt javaslom, hogy legyen így, de talán most András akkor mondja az előadás második felét, amit úgy is tervezett, és akkor jönnek a kérdések. A Van Jenszerről én magam fogok kérdezni először. Megragadom a lehetőséget, mint moderátor. Nagyon szépen köszönöm. Jó, legyen ez a dramaturgiája, hogy akkor... Igen, és ne felejtjük el a magam. Jó, ezt ne felejtjük el, ráadásul én is alig tudom megtartóztatni magam, hogy ne arról beszéljek folyamatosan, mert hogy hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül... És ráadásul könyvet írtál róla, úgyhogy... Így van, és ez a könyv most már nagyon... Tehát ez most már több mint 10 éve jelent meg, és azóta most már sokkal többet tudok a történetről, és hát ez, ami több, az meg még elszomorító bizonyos értelemben. De legyen szó az irodalomról, mégpedig arról, hogy 1956 mit is jelentett az irodalomban, miképpen vitte tovább az irodalom 1956 emlékét, illetve milyen szerepet játszottak az írók a forradalomban. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert teljesen más volt a 1950-es években az írók megbecsültsége, helyzete, társadalmi szerepvállalása, mint napjainkban. Napjainkban is nagyon fontos, de nyilvánvalóan egy nyitott társadalomban, egy demokráciában, egészen más, mint egy önkényuralomban, amikor voltak éppen sem a sajtó nem szabad, se a parlamentben nem lehet szabadon beszélni, és minden olyan jellegű közlendő, amely mégiscsak a mi életünket érinti, de nagyon fontos volna azért, hogy eljusson a szélesebb közönséghez is, igazából irodalmi műként tudott szinte csak egyedül eljutni az olvasókhoz, és nagyon sokszor egy olyan jellegű kódolt, titkos, rejtett nyelven, amely egy ilyen összekacsintása vagy a sorok között való olvasással volt csak megfejthető. Azért tartom még nagyon fontosnak az irodalom szerepét 1956, mert valószínűleg írók nélkül nem jön létre a forradalom, ezt most már nagyon nehéz elképzelni, de ez csak ugyanígy volt, ugye tudjuk, hogy 1848-ban is az írók
szerepe mennyire jelentős volt, nem azért, mert hogy ők okozták volna, vagy ők szervezték volna a társadalmat, vagy ők működtek volna, vagy működtettek volna olyan jellegű érdekcsoportokat, amelyek végül robbanáshoz vezetik, hanem éppen azért a legpontosabban fejezik ki azt, amit néha nem is lehet még egész pontosan artikulálni, de egy zseni, egy Petőfi, egy Illyés, vagy később egy Petri György ezt káprázatosan meg tudja fogalmazni. Illyés volt az egyébként, aki az Egy mondat a zsarnokságról című versével ismeri, mert ez a nagy sóhaj azt jelentette? Köszönöm. Nagyon fontos, hogy nem volt sóhaj, elnézést. Csak a mosolyt próbáltam az arcukra csalni. Tehát, hogy Illyés volt az, aki ezt hallatlan pontossággal megfogalmazta, Illyés, aki egyébként nem volt egy elnyomott író ebben az időszakban sem, a Magyar Csillagnak szerkesztője volt, egy darabig publikálhatott hosszú időn keresztül, szemben azokkal, akik nem csak a publikálás lehetőségétől voltak, megfosztva az 50-es években adott esetben a személyes szabadságuktól is, és ő mégis káprázatosan pontosan adott egy diagnózist arról, mit is jelent zsarnokságban élni. Tehát, hogy mit is jelent a totális rendszer, hogyha ismerik a verset, akkor nem is mondok erről többet. A másik, ami ugyancsak rendkívül fontos volt, az Németh Lászlónak a Galilei című drámája. Ugye Galileiről talán hallottak már, ő mondta azt, hogy mégis mozog a Föld, aztán ezt visszavonta. Mert hogy a Szent Inkvizíció az próbára tette Galileit, és megfenyegette azzal, hogy ha nem vonja vissza ezeket a tanításait, amely az egyház tanításával szemben áll, akkor esetleg rosszul jár, Giordano Bruno elég rosszul jár, és Galilei nem kívánta ezt a sorsot válaszolni. Rendkívül érdekes. Nem azért, mert hogy Galileinek igaza lett volna, ez egy nagyon izgalmas másik történet volna, van egy Feyerabend nevű tudománytörténész, akinek a Módszer ellen című könyve zseniálisan bebizonyítja, hogy az egyháznak volt igaza. Galilei jól érzett valamit, de nem tudott bizonyítani ezzel kapcsolatosan semmit. Az egyház az ebben az időben a domokos rendiek tévedtek, de nagyon pontos volt a logikájuk. Elnézést, nem akartam senkit ezzel megbántani, de arról feltétlenül szó van, hogy Galilei ilyen értelemben szimbólumává vált annak, hogy valamit ki akart mondani, valamit ki is tudott mondani, érzett, nem tudta bizonyítani, de ezzel együtt egy olyan fajta értelmiségi magatartást testesített meg, ami abban az időben döntő volt. Mit csináljak a saját meggyőződésemmel, ha nem értek egyet a hatalommal? Vállaljam a mártír halált, el fognak temetni jeltelen sírba, vagy vonjam vissza a tanaimat akkor is, ha igazam van, túlélek legalább, és majd valaki más, Torricelli ugye a drámában, tovább viszi ezt a tudást, és képes lesz majd egy kedvezőbb időben ezt közkincsé tenni. Németh László erre szavazott. Nem mindenki szavazott erre, és ez megint egy nagyon összetett és nagyon izgalmas kép, mert ebben az időben ugye Illyés is, Németh László, vagy Tamási Áron, vagy Féja Géza, vagy Szabó Lőrinc, a többiek, azok az úgynevezett népírói vonulathoz tartoztak, de volt egy nem népíró, sőt, egy kommunista, fiatal kommunista író nemzedék, amelyek között Örkény István, Zell Zoltán, Déri Tibor, hosszan lehetne sorolni még a neveket, akik pedig azért álltak a forradalom mellé, mert rettenetes lelkifordulásuk volt. Ők valamikor hittek a kommunista eszmébe. Marxnak nem volt, most ugye nevetségesnek hangzik, de Marxnak nem volt azért nagyon sok olyan jellegű tévedés, amikor a kapitalista társadalom elemzéséről írt, vagy amikor megpróbált fölvázolni egy osztály nélküli társadalomnak valamiféle messianisztikus ideáját, akkor ez rettenetesen vonzó volt, különösen azok számára, akik konkrétan akkor erőteljesen szenvedtek mind a létező magyar kapitalizmus farkas törvényei között, mind pedig a háborúnak a borzalmai nyomán, amelyet ugye úgy érezték, hogy tőke és fasizmus jegyesek minden külön értesítés helyett, ahogy ezt József Attila leírta, tehát hogy nem véletlen, hogy ugye a fasizmus egyfajta végletes formájából a kapitalizmusnak ki tud alakulni, tehát ők igenis öntudatosan, meggyőződésesen kommunisták voltak, fölépítettek egy olyan rendszer, amely azután nagyrészt őket is fölfalta vagy meggyötörte, és ezért a lelkifordulásból is adódóan, az önvizsgálatból adódóan úgy érezték, hogy nekik föl kell emelni a szavukat, és élen kell járni abba, hogy lebontsák ezt a borzalmas rendszer, ami egyébként az ő naív hitük révén is létrejött. Az írószövetségnek a vitái káprázatosan érdekesek. Ugye 56 nem úgy tört ki, hogy az emberek elindultak egyszerűen a bennszoborhoz, hanem úgy, hogy már korábban hónapokkal azelőtt a Petőfi kör, ugye megint csak egy nagyon jelentős név, a Petőfi kör vitái elkezdték ezt a fajta forradalmi gondolkodást valamiképpen elfogadtatni. Rettenetesen éles és nagyon izgalmas beszélgetések zajlottak, a volt Piszti klub, az Erzsébet itt lábánál, a felsőoktatásról, a tudományról, a sajtószabadságról és így tovább. Majd pedig az Irodalmi Újság című lap, amelynek a jelenlegi jogutódja az Élet és Irodalom, az elkezdett egyre szabadabban és egyre többet publikálni abból,
amit lehetett ebben az időben a kicsit enyhülő cenzúra idején. Majd pedig az Írószövetség volt a másik ilyen erjesztő központ, és csak ugyan az írók rendkívül pontos és nagyon határozottan fogalmazták meg azokat a követeléseket, amelyekből nagyon sokat később a forradalom is a zászlójára tűzett. Amit még érdemes erről elmondani, hogy november 2-án jelent meg egy káprázatos irodalmi újság, izgalmasabbnál izgalmasabb és szebbnél szebb versekkel, írásokkal, a magyar irodalom élő klasszikusai Füst Milántól Tamási Áradon keresztül mind-mind ott szóhoz jutnak és a forradalom mellé állnak, és volt néhány káprázatosan nagy emblematikus verse is a forradalomnak, a Piros a vér a Pesti utcán belül Mr. Kit Lövetsz, ez volt az, amit kórusban szavadtak, gyönyörű vers, egyébként nem egy jó vers, de egy lelkesítésre alkalmas vers, és aztán később természetesen ennek nagyon sok egyéb változata is született, és tegyük hozzá, hogy nem csak az írók álltak a forradalom élére, a Németh Lászlónak a Galilei régiére már utaltam, hanem színészek is. Tehát, hogyha az irodalmat kicsit kiterjesztjük a színház vidékére is, akkor pontosan ez is Sinkovics, Besenyei, Szörényi Éva, akiről ma már nem nagyon tudom, de hát a korszaknak egy nő ideája volt, és egy nagyon tehetséges színésznő. És még sorolni lehetne, bocsánat, azokat a neveket, akik ebben az időben nagyon fontos és nagyon jelentős, köszönöm, nem kérek vizet, el vagyok. Nagyon jelentős műveket tolmácsolnak, mégpedig fantasztikus erővel. Talán ilyen felvételeket láttak, hogy Sinkovics Imre vagy Besenyei Ferenc mondja ezeket a nem mindig jó, de mindig nagyon lázító erejű verseket a tömeg előtt. Az is nagyon fontos, hogy az íróknak voltak éppen ez volt a szerepük, hogy muníciót adjanak a forradalmároknak, hogy artikulálják, hogy megfogalmazzák, hogy lehetővé tegyék azt, amit esetleg az emberek éreznek, de nem látnak lehetségesnek, és ők pedig igazából el tudják képzelni. És nagyon érdekes és nagyon fontos volt az is, hogy H.I. Gyula volt az, sokan egyébként Nagy Imre körül komoly szerepet játszottak. H.I. Gyula egy nem túl jelentős, de a korszakban nagyon elismert író, aki később beolvassa három nyelven azt a kétségbeesett üzenetet, hogy megszálltak minket a szovjet csapatok, segítsetek, segítsetek, franciaul, angolul és magyarul kerül ki ez akkor az éterbe, és hát persze hiába. A börtön következett ezt követően, ugye sokan fegyvert ragadtak, sokan emigrációba vonultak, sokan pedig átálltak. Az egyik legdrámaibb névsor a magyar író társadalom történetében az, amelyben aláírták az ENSZ különbizottság jelentése elleni tiltakozást a magyar írók 1954. szeptemberében. Hosszú folyamat, és most nagyon hirtelen léptem H.I. Gyula kétségbeesett szózatától majdnem egy évvel később, csak hogy érzékeltessem azt a rettenetes erőt, amivel elnyomták a forradalmat, hogy voltak éppen nem volt remény, fenyegetéssel, zsarolással, csábítással, vagy egyszerű kétségbeesésből több mint 100 író fogja aláírni azt, hogy tiltakozunk az ellen, az ENSZ beavatkozik a magyar ügyekbe, amikor, mint említettem, ugye 57. szeptemberében az ENSZ létrehozza ezt a jelentést, és a magyar kormány egy tiltakozó kampányt szervez az ENSZ jelentés ellen, ahol parasztok, munkások, rabbik, püspökök, tudósok, sportolók, mindenkinek tiltakoznia kell az ellen, hogy az ENSZ napirendjére tűzze a magyar ügyet, és hát ez egy borzasztó névsor, amelyből azonban hiányzik Mándi Iván, Nemes Nagy Ágnes, Szentkuti Miklós, Mészői Miklós, Pilinszky János, és ez lesz majd az a névsor, amely bizonyos értelemben majd megpróbálja a maga nagyon áttételes módján, különösen Mészői Miklósra jelenti, de Szentkuti Miklósnak is a történelmi regényeiben, Nemes Nagy Ágnesnek a lírájában, valamiképpen továbbvinni, ha nem is lehet konkrétan elmondani azt, hogy mi történt velünk 1956-ban, de el lehet azt mondani, hogy hogy érezzük magat, hogy élünk, hogy mennyire borzalmas, hogy volt egy 13 napos remény, amit elvettek tőlünk, és ennek a magas művészi szinten megfogalmazott kétségbeesését tőlük lehetett hallani. A mélypont nem csak az volt természetesen, hogy aláírták ezt a bizonyos tiltakozó ívet, tegyük hozzá, nagyon sok író börtönben volt ebben az időben, Örsi István, Déri Tibor, Zerg Zoltán, Tartos Tibor, H.I. Gyula, lehet, ezek a nevek nem mondanak magunknak semmit, de el akarom akkor is mondani, hogyha majd egyszer olvasnak vagy hallanak róluk, akkor legyen már valamiféle ismerettség ezzel kapcsolatosan. Tehát nyilván a börtönnek a fenyegetése is megindíthatta azokat a dolgokat, hogy írják alá, és ugyanakkor létezett az íróknak egy olyan névsorra, akik pedig egyértelműen és öntudatosan álltak a szovjet hadsereg és az ő páncélosaikon érkezett kommunista bábkormány mellé, és ezeket is mondjuk el, káprázatosan érdekesek egyébként ezek a szemét darabok.
Darvas Józsefnek a Borús ég alatt, Mesterházi Lajosnak a Pesti emberek, Dobozi Imrének a Szélvihar című darabja, amelyek elsősorban színdarabok, ugye a színház ekkor, mint a mai napig is, nagyon jelentős tömegkommunikációs forma is volt. Ugye a rádió már működött, a televízió 1957-ben hozzák létre, ugye nagyon érdekes, hogy nagyon sok elbocsátott ávós, tehát a titkosszolgálat rengeteg emberét küldik át a televízió, hogy megbízható elvtársak hozzák létre ezt a nagyon népszerű médiát, és ezt én amikor fiatal íróként dolgozni kezdtem a televíziósokkal, döbbenetes volt látni ezeket a borzalmas alakokat. És tegyük hozzá azt is, hogy ezek azok a művek, amelyek később újra és újra előkerülnek, és elmagyarázzák azt, hogy mondjuk a volt nácik, azok hogy fognak újra fegyvert, hogy tévezték meg a naív fiatalokat, hogy harcoljanak a testvéri szovjet csapatok ellen, és itt már borzalmasak ezek a művek, de rendkívül érdekesek, és ugye gondolják el, hogy elkezdik ezeket színházban játszani, mondjuk 200-300. Színházban 1200 ember nézi meg egy este, játsszák egy hónapban 10-15 alkalommal, egy évben nem tudom hány hónapon keresztül, azért ez egy elég jelentős szám, szerencsére nem tudta megváltoztatni az 1956-os forradalomról nagyon erőteljesen élő emlékeket, de mégiscsak nagyon izgalmas volt ezt a kísérletet követni. Dobozi Imrének a Szélvihar című műve az egy igazán vacak dráma, és ebből egy nagyon tehetséges színházi ember, a 70-es, 80-as évek Jeles András csinált egy döbbenetesen érdekes paródiát a Honteverdi birkózókörrel. De ez már egy később, már távolabbra vezető történet. Ami még ennél is talán érdekesebb, hogy, mint említettem, nem csak a magyar televízióban vannak ávósok, vagy voltak, vagy kerültek ávósok, ugye a magyar kulturális élet nagyon sok területére jutott belőlük, ugye ezek máshoz nem nagyon értettek, mint a vallatáshoz, konstruálterek készítéshez, kultúrához mindenkiért, könyvkiadás, újságírás, televízió, rádió, koncert, színház, tehát ezek nagyon jó felvevő helyei voltak ezeknek a volt titkosszolgálati tiszteknek. Én magam a Magyar Könyvkiadóban dolgoztam, mint egy Kardos György nevű katonai politikai elhárító tiszt igazgatott hosszú éveken keresztül, egyébként tegyük hozzá egy nagyon jó kiadót csinált belőle, de tudjuk, hogy Komlós János, a Mikroszkóp színpad vezetője is ugye ávós volt, miután a rabi képzőből kitették, és hosszan lehetne még sorolni ezeket a neveket. Tegyük hozzá, hogy Berkesi András, a 70-es, 60-as, 70-es évek egyik legnépszerűbb regényírója, aki nagyon sokszor tematizálta ezeket a történeteket, hogy az imperialisták, az amerikaiak hogy próbálnak behatolni, hogy próbálják fellazítani az országát, hogy próbálják megakadályozni azt, hogy a magyar még élvezze a létező szocializmus kincseit. Ő maga valójában egy vallató tiszt volt, az ávónak egy nagyon jelentős képviselője, aki egyebek mellett Király Béla, akire már kétszer is utaltam, a magyar nemzetőrség vezetője 56-ban, korábban is nagyon jelentős katonai pozícióban működő tiszt, például az ő ellene létrehozott konstruált ternek is az egyik kitervelője volt. Tehát az írói fantáziáját egy darabig arra használta, hogy lehet ártatlan embereket börtönbe vagy akár akasztófára juttatni, utána pedig elkezdett ugyanezzel a fantáziával regényeket írni. Ennél egy még érdekesebb történet van, ami bizonyos értelemben közelít a mi témánkhoz, ez pedig az ENSZ ügy. Ugye a Magyar Ügy címen 1970-ben egy színdarabot mutatott be a Thália Színház. Érdekes, hogy miért 1970-ben, ugye 14 évvel az események után miért tartják ezt olyan fontosnak. A Thália Színház abban az időben Kazimír Károly elég jelentős rendezőnek a igazgatása alatt állt. Tegyük hozzá, ő volt az például, aki Örkény Istvánnak a Tótétját először megrendezte és bemutatta, tehát voltak ilyen jellegű színháztörténeti érdemei is. De ez a magyar ügy, ez voltak éppen a magyar ENSZ vizsgálatról szólt, ami azért nagyon érdekes, mert ugye ebben egyebek mellett Bang Jensen is megjelenik, Mécs Károly játszotta, Hédervári Klára, az a akkor fiatal munkatársa az ENSZ-nek, aki egyébként erről most nem beszéltem, de a délutáni előadáson szó volt róla, kimentett az ENSZ-ből több mint 8000 iratot a magyar ügyre vonatkozóan, amit hosszú időn keresztül New York-i lakásában őrzött, de Esztergályos Cecília játszotta. De benne volt, tehát ezt a különbizottságot, amelyre korábban röviden utaltam, ezt mind megszemélyesítették, és Pálffy György, a korszaknak egy nagyon népszerű újságírója, néha bejött, és mint a Brechti Színházban, ilyen elidegenítő elemként elkezdte elmagyarázni a Gyenbigéber kedvéért, hogy az ENSZ milyen rettenetes akciókat hajtott, vagy hajtott volna végre a magyar dolgozók ellen. Igen, ám, és miről szólt ez a darab? Volt ista diák. Hogy? Volt ista diák. Igen. Na, hát akkor ezt nem megyünk, mert
további részletekbe, de ami nagyon érdekes, hogy ezek az anyagok, amelyekből dolgozott Pál Figyel és Kazimír Károly, ezek voltak éppen a titkos szolgálat által megszerzett tanúvallomások voltak. Az ENSZ-nél ugyanis ezeket a tanúvallomásokat fölvették, leírták, ebből hozták létre ezt a bizonyos ENSZ jelentést, és erre rá tudta tenni a kezét az AVO. Tehát valamiképpen ezek hazajöttek, és ez azért lett nagyon bonyolult, erre is más alkalommal utaltam, meg ugye Bang Jensen ügyében is, ez nagyon fontos szerepet játszott, mert ezáltal azonosítani tudták részben a tanú, részben a tanú, aki az ENSZ bizottság előtt szabadon tett vallomást, az ugye másokra vallott, elmondta, hogy kivel mit csináltam a Korvin közben, hogy dobáltam a Molotov koktélt, hogy dolgoztam Nagy Imrével együtt a parlamentben, és így tovább. Tehát az AVO-nak, amelyik ugye 57 után a legfontosabb, akkor már ugye átszervezték, a rendőrség politikai ügyosztálya volt, a legfontosabb feladata az volt, hogy soha többet ne legyen forradalom, hogy gyökerestől kiírtani, hogy mindenkin megtorolni azt, aki csak egy lövés leadott, annak kapura jött az, hogy valaki ugye teljesen pártatlan bizottság előtt, abban a hitben, hogy ez soha nem fog illetéktelen kezekbe kerülni, vallomást tettek. Nos, ezt mutatta be a Tália Színház, ami azért egy elég jelentős diadala lehetett az AVO-nak. Én kérdeztem Pálfit arról, egyszer találkoztam vele, hogy honnan jutottak ezek az iratok hozzá. Természetesen nem válaszolt, azt mondta, hogy borítékba megkapta, hát nyilván a boríték feladója az valószínűleg az államvédelem, vagy éppen az annak az illetékes alosztálya volt. Ami nagyon érdekes még, hogy egy Szabó Miklós nevű, nem azonos a történésszel, egy Szabó Miklós nevű emigráns is írt Piszkos háború címen könyvet, sőt emigránsok, az emigránsok, a emigrációról külön is írt, ez pedig azért egy nagyon fontos epizódja ennek az egész történetnek, mert ez a bizonyos Szabó Miklós egy kisgazda politikus volt korábban, és kisgazda politikusként őt elfogták, valamiféle fegyveres tervei is voltak, vagy a kisgazda pártszékháznak volt a fegyveres őre, ez nem lehet pontosan tudni. Rettenetesen megkínozták ugye az 50-es évek elején, majd beépítették. Nagyon sok rabbal elítélte le, ez történt, hogy borzasztóan megfenyegették, vagy megkínozták, és arra kényszerítették, vagy ő önként elvállalta, félt az akasztástól, hogy igenis akkor ő jelenteni fog az államvédelemnek. Szabó Miklós olyan jól végezte a munkát, hogy átdobták 1955-ben Ausztriába egy legendával, ahogy ezt a titkosszolgálati terminológia mondja, tehát egy olyan történetet, mintha ő maga menekült volna át a határzáron, ettől rendkívül nagy lett a tekintélye odakint. Végig a magyar titkosszolgálatnak dolgozott, és ő volt az, aki fogadta 1956-ban a magyar menekülteket, és aki nagyon sokat segített az ENSZ bizottság munkájában, miközben minden egyes műről másolat, vagy minden egyes dokumentumról másolatot készített, amit az AVO-nak, illetve a KGB-nek, a szovjet titkosszolgálatnak aztán továbbítani lehetett. Ami érdekes az ő történetében, túl azon, hogy ő is könyvet írt, ebből filmet is csináltak. Mai napig közöttünk vannak az alkotói, meg a szereplői. És ez a történet akkor válik érdekessé, amikor 1957-ben napirendre tűzi az ENSZ a magyar ügyet, akkor a kádári propaganda gépezet azzal válaszol erre, hogy hazarendeli Bécsből ezt a Szabó Miklós, és ekkor még eljátszatja vele azt a szerepet, hogy ő voltak éppen egy meghasonló polgári politikus. Tehát még azt a legendát viszi tovább, amivel ő átment Ausztriába, és egy meghasonló polgári politikus, aki nem bírta tovább ezt a rettenetes Magyarország elleni hadjáratot, hogy korszerű terminológiát használja, tehát, hogy itt ugye az imperiózus megpróbálja a magyar dolgozókat tönkretenni, és ezért, noha ő nem ért egyet a kommunistákkal, és egy polgári politikus, de mégis visszajött, és egy nagy sajtótájékoztatót tartott, másnap Hammarskjöld íróasztalán volt ez a sajtótájékoztató angol fordításban, ahol nagyon sok és nagyon sok esetben nagyon kínos a magyar emigrációra és ezekre a névtelenül tanúvallomást tett emberekre, forradalmárokra is nagyon sok esetben nagyon kínos adatot tett nyilvánvalóvá. Ez is egy rettenetes történet volt, de rájuk azért akartam utalni, hogy ez volt a legalja, tehát amikor az AVO kimondottan manipulálta mindazt, ami a forradalom nyomán, irodalomban, művészetben, színházban, filmben történik. Nagyon kevés időnk maradt, néhány mozzanatot emelnék csak ki abból, amit még az irodalom kapcsán elmondanék, és természetesen nagy örömmel állok a rendelkezésükre bármilyen kérdés volna. Az egyik az íróper. Ez azért volt rendkívül érdekes, mert Dédi Tibor egy nagyon jelentős író volt, Zelk Zoltán is egy elég jelentős költő volt, Tardos Tibor már nem annyira, tehát az ő neve elfelejtődött többé-kevésbé. Ők voltak azok, akikkel példát akart tatuálni a hatalom azzal kapcsolatosan, hogy ha az írók képesek voltak
bizonyos értelemben, de az erjesztő működése, ők nem lőttek, nem robbangattak tankot, pusztán írtak, de ott is a megfélemlítés nagyon hatásos volt, hosszú évekre ítélték el mindannyiukat, nagy nemzetközi tiltakozás is kialakult ebben az időben, ez is különösen érdekes, Albert Camus ebben az évben kap Nobel-díjat, a Nobel-díj teljes összegét a magyar menekültekre fordítja, illetve áldozza, és gyönyörű az, amit a magyar menekültekről, illetve a magyar forradalomról ír. Egyébként a másik nagy író Ignácio Silone, hogyha a magyar forradalom nemzetközi hatását próbáljuk az irodalomban követni, aki ugyancsak gyönyörűen és nagyon empatikusan ír mint arról, ami történt, vagy ami történik Magyarországon. Utaltam már röviden Örkény Istvánra, ugye ő volt az, aki Karinthy Ferenccel, Benjamin Lászlóval és másokkal együtt fiatal kommunistaként elhitt nagyon sok mindent abból, amit a kommunizmus kapcsán hinni lehetett, vagy érdemes volt, aki aztán borzasztóan csalódott mindenben, és akintől ez a híres, ugye a rádióban is elhangzott mondat származik, hogy hazudtunk, éjjel hazudtunk, nappal, tehát ez a katartikus önvizsgálat, ez voltaképpen az ő tollából származik, nagyon érdekes, hogy út utána nem börtönzik be, de elbocsátják az állásából, ugye kémikusként dolgozik majd később, ugye az egyperces novellákban és a regényeiben megint nagyon áttételesen tud csak szólni 1956-ról. Amit még érdemes fölvetni, vagy fölvillantani, hogy elvontabban, vagy áttételesebben folyamatosan ez a trauma ott volt mélyen a társadalmi tudatban, Sánta Ferenc a 20 órában, vagy az 5. pecsétben, Galgóczi Erzsébet számos művében, még a nagyon elvont gondolatokkal foglalkozó Füstvilág is folyamatosan erről, vagy erről is, mint egy referenciapontról gondolkodik, és amikor megírja Íj és Gyula mondjuk a Fáklya lángot, akkor ebben nagyon pontosan benne van, vagy akár a Széchenyi és Kossuth vitájában, másik drámájában nagyon pontosan benne van, hogy szabad-e lehet-e akkor forradalmat kirobbantani, hogyha az ember nem tudja ezt győzelembe vinni. Hosszan lehetne még sorolni azokat a neveket, akikről érdemes lenne beszélni, még csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy a 1960-as, 70-es évek relatív enyhülésétől, tehát hogy a legvidámabb barakká vált Magyarország, attól kezdődően valamilyen értelemben közvetetten, történelmi parabolákon keresztül, vagy elvont kontextusban lehetett szólni az 1956-os forradalomról, és nagyon érdekes, hogy az a nagyon tehetséges fiatal író nemzedé, Bereményi Géza, Spíró György, Eszterházi Péter, Nádas Péter, Kornis Mihály, Simonfi András, Csakú Gábor és mások, azok mint a gyerekkori élményüket, amik annyi idősek voltak, mint most ti, és akkor érték át ezt a forradalmat, azt formálták meg káprázatosan érdekesen. Nádas Péterre hadutaj, akinek részben most megjelent két kötetben az emlékirat, ami elképesztően izgalmas és nagyon jelentős mű, de az emlékiratok könyve, amely 1986-ban, tehát még a létező szocializmus idején jelent meg, annak a Temetések éve című fejezete, az ebben az időben egy gyönyörű körpanorámáját adja annak, amit 1956 jelentett a gyerekek számára, a forradalmárok számára, és a kommunisták számára. Nádas Péter apja ekkor követel öngyilkosságot. Tehát nem csak azok a kommunisták rendültek meg, akikről, mint utaltam, mi íróként egyszer csak megpróbálták lebontani az általuk is fölépített rendszert, de voltak olyanok, akik úgy érezték, hogy ez túlélhetetlen, hogy ilyen borzalmat hoztam én is létre, és ezt megírja egyébként a Találkozás című drámájában, amelynek megint csak nagyon erőteljes az 56-os vonulata, és amelyet ugyancsak bemutattak még a 80-as években, hasonlóképpen, hogy mi is történik akkor, amikor valaki a saját lelkiismeretének a súlya alatt összeroppa. Nagyon érdekes az is, és nagyon fontos, és ezek már a zárszavak lesznek, hogy a demokratikus ellenzék, amely a 1970-es évek végétől Magyarországon létrejött az úgynevezett második nyilvánosságban, tehát az engedélyhez nem kötött, szabadon megjelentethető úgynevezett számizdatokban, tehát titkos kiadványokban igenis fölvetette és tárgyalta 1956 kérdését, mégpedig szabadon. Ezt a szabadságot csak az emigrációban élő írók érezhették át. Ez is nagyon fontos, hogy több író emigrált ebben az időben, egyébként Hályi Gyula, később Tardos Tibor, Albert Pál, a párizsi magyar műhelyekkor jön létre, Bújdosó Alpárral, Parancsi Jánossal, Bécsben ugyancsak létre a Nemzetőrt szerkesztik, Münchenben az Új Látóhatár, ugyancsak ebben az időben, tehát létrejönnek ekkor, sőt, van egy emigráns irodalmi újság, ugyancsak létrejön Ignotus Pál, a Nyugat legendás főszerkesztő Ignotuszának a fia, aki egyébként ugyancsak fiatal kommunistaként vesz részt a magyar sztálinizmus létrehozásában, aztán bebörtönzik.
Tehát van az emigrációs irodalom, amelyik szabadon ír 56-ról, ezek nagyon érdekes, nagyon fontos művek, és van a második nyilvánosság, tehát azok az írók, akik lemondanak arról, hogy őnekik hivatalosan publikált művük lehessen, azért, hogy megírhassák az igazat, és ezért vállalják azt is, hogy sok esetben rendőrségi megtorlás áldozatai lesznek, ami a 60-as, 70-es vagy a 80-as években nem volt olyan súlyos, mint ugye az 50-es években, de elveszthették az állásukat, nem utazhattak külföldre, különféle zaklatásoknak voltak kitéve. Egyedek mellett a ma is köztünk élő Konrád György ennek a másik példája, aki a Cinkos című regényében egy ilyen nagy, izgalmas kollázsát hozza létre egy olyan fajta kommunista értelmiségének, akinek hasonlik a saját meggyőződésével és részt vesz a forradalom, majd utána bebörtönzik, és hát a megtorlásnak ilyen értelme nem is az áldozata, de az elszenvedője lesz. Hosszan lehetne még sorolni, egyet hadd emeljek még ki azok közül a művek közül, amely a rendszerváltás után született meg, amiben egyébként az a meglepetés érhetett valamelyikünket, hogy nem kerültek elő az asztalfiókokból azok a remek művek, amiket meg lehetett volna írni az eltelt 33 évben, 56-ról, az 50-es évekről, és amikor különféle pályázatokon meghívták az írókat, például volt egy ilyen nagyon izgalmas drámapályázat, a Kaposvári Csiki Gergely Színház a forradalom 40. évfordulójára írta ki, ez egy nagyon jelentős, nagyon fontos színház volt, aminek volt egy legendás előadása, Marat Szád, Péter Weiss darabja, amelynek a záróképében 1986-ban a Korvin köz jelent meg, amely ugye az 56-os forradalomnak az egyik emblematikus helyszíne volt. Nos, amikor ők 10 évvel később kiírtak egy drámapályázatot, nagyon érdekes, hogy az első három díjazott közül egyik sem szólt 56-ról. Jeles András írt egy szenvedéstörténetet, egy nagyon szép allegóriát az 50-es évekről, Hambai Korné a körvadászkat, egyfajta paródiát arról, hogy mi is zajlott az 50-es években, és Szilágyi Andor megint csak egy nagyon érdekesen elvolt művet. Egyébként Szilágyi Andor, hadd tegyem hozzá, hogy ő az, aki egyebek mellett Tóth Ilona történetét földolgozta, ő volt az a medik, akit ártatlan halálra ítéltek, és akit elsőként végeztek ki a megtorlás áldozatai közül, illetve Mansfeld Péter történetét is ő dolgozta fel, akik 16 évesen ítélnek halálra, és megvárják, hogy 18 éves legyen, hogy kivégezzék. Ilyen nem nagyon történt a világtörténelemben. Végül pedig annyit még hadd mondjak el, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon jelentős, hogy ne csak olyan kérdésekkel foglalkozok, amiben ugye azt érzem, hogy nem jött létre az a rendkívül jelentős műalkotás 56-ról, ami esetleg az irodalmárok által létrehozható lett volna, ugye mind a tehetség adott, mind pedig a történelmi tárgy. Térei János és Pap András Kazamaták című darabja volt ilyesmi, ami egyszerre darabként is és előadásként is a Katonai Színházban játszották, rendkívül emlékezetes és jelentős, ugye Térei János egyik legtehetségesebb, legjelentősebb írunk, és ők pedig nagyon érdekes módon a köztársaság teret választották, és a Botár Péter rendezte darabban egyszerre láttuk egy hatalmas mozgó díszlet segítségével a két oldalát annak az ostromnak, amely ugye ott lezajlott a Budapesti Párbizottság épületével szemben, az utca népe, amelyik bosszút akar állni az ávósokon és a kommunistákon, és a kommunisták, akik bent vannak és akiknek szembesülni kell mindazokkal a művekkel, amelyek megtörténtek. És azt gondolom, hogy igazából ez az, amit majd lehet, hogy nem hamar, hanem hosszú távon egyszer meg lehet, vagy meg kell írni a történet a maga komplexitásában, mindazt, ami ebben szenvedés történet, mindazt, ami ebben illúzió, mindaz, ami ebben csalódás, és mindazoknak a története, akik bármilyen oldalról is, de részt vettek forradalomban, vagy annak a világnak a létrehozásában, amely ellen a forradalmárok föllázadtak. Legyen ez most a végszóm, de nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, amit föltesznek, föltesztek, hogyha tudok, és köszönöm a figyelmet. Izgalmasabb a történeti diplomáciai rész az eleje, ami azért fontos, mert egy kicsit körülnézők vagyunk 56 kapcsán, és a pesti srácokról sokat tudunk, de mindarról, amiről te beszéltél, arról még a történészek is jóval kevesebbet, a lajusok pedig éppen, hogy csak valamit. Úgyhogy egy nagyon fontos aspektusát adhat ennek a történetnek, hiszen a hidegháborúnak 56 kiemelkedő eseménye, és ebbe kevésbé látom bele, hogy azzal vagyunk elfoglalva, nem beszél arra, hogy a politika is ebben az irányba viszi az 56-os magyarázatokat, hogy akkor itt pontosan mi történt. Az irodalmi rész az pedig hát megint csak végtelen izgalmas, úgyhogy én úgy döntöttem magamban, hogy én nem kérdezem meg tőled, hogy a valamilyen zennel miért foglalkoztál és mit találtál, mert akkor elveszem a terepet, rengeteg kérdés van az én fejemben, és gondolom, hogy
a hallgatóság fejében is, úgyhogy kérlek benneteket, kérem önöket, hogy kérdezzenek, kérdezzetek, és majd egy ponton talán ma is kerül. De szerintem most már ügyenek. Nem, csak én kicsi vagyok, és ezért jobban szeretek mutatkozni, de így lehet ennyi, hogy azért hátul is látnak. Jó, akkor egyre. És vizet még mindent kérsz? Köszönöm, nem. Most elvonja a figyelmet. Jó. Akkor tessék. Parancsoljatok. Honnan kezdett ezzel foglalkozni, ezzel a témával? Honnan jön ez az iszonyatos érdeklődés 57-ben? Én csak felállok. Hát ez egy nagyon összetett dolog részben azért, mert ez ugye tilalmas volt, és az ember mindig vonzza az, ami tilalmas. Az én gyerekkoromban. Én 1956-ban születtem, és nekem a második neve Imre. Mert hogy én június 8-án születtem, és június 6-án volt Nagy Imrének a 60. születésnapja, ami egy rettenetesen fontos nagy esemény volt, ahol ez a reform értelmiség, a későbbi forradalmárok összetalálkoztak, és a szüleim is ezt a fajta gondolkodásmódot képviselték. Ugye szabadulni akartak a személyi kultusztól, de azért a gyereküket Imrének nevezték el. Most nem ezt használtam, és akkor az első könyvben megjelent, emlékszem, hogy a Magvető könyvkiadónál akkor még nem ott dolgoztam, és beleírtam azt, hogy 1956-ban születtem, ez volt az, amit azonnal Kardos György igazgató volt, katona politikus elhúzott, nem lehet 1956-ban születni, amikor 78-ban ez a könyv megjelent. Tehát ezt akkor valahogy át kellett írnom, nem voltam hajlandó máskor születni, tehát kimaradt a születés. Tehát itt volt ez a történet, hogy ugye akkor születtem, meg ezzel meg is voltam bizonyos értelemben bélyegezve, másrészt a családon belül nagyon elevenen élt, tehát apám részt vett, forradalmi tanácstag volt, röplapokat, újságokat összegyűjtötte, tehát ez nagyon erőteljesen a családi legendáriumnak a részévé vált, és ezek a mesék, hogy több alkalommal kellett átmenni a fronton azért, hogy nekem tejport hozzon, és hogy ugye le kellett menni a pincébe, mert ott közelünkben volt a Móricz Zsigmond körtére, ahol értem is ott erős harcok folytak, tehát hogy volt egy ilyen jellegű családi indítatás. Engem ráadásul nagyon érdekelt a politika a kezdetektől fogva, és nagyon érdekelt az is, amiben belenőttem, az a csalódás, hogy voltak éppen a 70-es évekre azt éreztem, hogy teljesen elárulták a forradalmat. Tehát, hogy úgy élünk, mintha soha nem történt volna semmi. Emlékszem arra a sokra, amikor először mentem ki a 301-es parcellába a 80-as évekbe. Ugye a 301-es parcella a Rákoskeresztúri új köztemetőben az a helye, ahol eltemették az ártatlanul, nagyrészt ártatlanul kivégzett forradalmárokat. Tehát ugye nem is gondoltunk arra, hogy ezeket valahova eltemették, és maga a hely, ugye most már egy emlékhely, de akkor még az embereket megverték, amikor oda ment, a New York Times fotósát megverték, amikor oda ment, az úgy nézett ki, hogy így ilyen hullámzott a föld, mert ezeket a testeket kátránypapírba burkolva tették le koporsó nélkül a földbe, nagyon sokszor arccal lefelé és szövésdróttal összekötözött kézzel. Tehát, hogy még a halálukban is bosszút álljanak rajta, és ha bárki letett egy keresztet, egy követ, ültetett valamit, azt másnapra a rendőrség onnan eltakarította. Tehát ugye éppen ezért, amikor kimentem a 80-as évekbe, hogy úristen, hogy történhetett velünk az, hogy nem tudtuk. Nem csak, hogy nem sírattuk el a halottainkat, de nem is tudtuk, hogy ezek a halottak hol vannak. És amikor a 70-es években engem ez nagyon érdekelni kezdett, akkor voltak éppen egy ilyen általános csalódás élt bennem azzal kapcsolatosan, hogy mindenki megkötötte a maga kompromisszumát. Ugye ez volt a kádári rendszernek a lényege, hogy kis szabadságjogok vannak, mindenki kap egy kicsit, és ezért a nagy szabadságjogokról pedig lemondunk. És engem itt akkor íróként indultam, és akkor ez nagyon érdekelt, és megírtam voltak éppen allegórikusan a Petőfi-féle tízek társasága történetet, ugye ez a 10 író, akik annak idején Petőfi-féle írósztrájkot szerveztek, ezekből néhányan meghaltak a forradalom eseményeim és nyomán, néhányan pedig kompromisszumot kötöttek, nem is kicsit a hatalommal, és ez volt az, ami konkrétan nem fogalmazhatódott meg, de a későbbiekben megfogalmazódott. Tehát ez volt az első része, ez engem folyamatosan érdekelt. A második része pedig az volt, hogy ahonnan ez a Bangi Ezenes történet, az a dán rész. Ugye a fiatalok számára Dánia talán a legók miatt lehet egy érdekes, ami egy dán találmány, de az én számomra ez Kierkegaard miatt volt, egy nagy filozófus. És tényleg egy páratlanul izgalmas, hallatlanul jelentős, engem nagyon érdekelt az a történet, amely félig meddig a felmenőink, szüleink története, amivel többször utaltam, hogy tehetséges fiatal emberek hogyan lehettek kommunisták, és a már említett Lukács György, aki a Nagy Imre kormányban is miniszter volt, és akit Cnagovradba deportáltak, az volt, aki egy nagyon ígéretes fiatal értelmiségiként indul a 20. század elején,
és egyik napról a másikra kommunistává válik. Egyébként Kierkegaardnak egy nagyon erőteljes, a Félelem és reszketés című művében az ábrahámi áldozatra utaló példázatot hozva föl, magyarázatot, és nekem rettenetesen elkezdett érdekelni. Tehát így eljutottam Lukács György, fiatal Lukács György, hogy lesz valaki kommunistává, de jobban érdekel a kierkegaardi történet. És akkor ezen dolgoztam és kutattam, hogy ez a nagy dán filozófus, teológus, író, és akkor volt egy ismerősöm, Dömöki János, aki mondta, hogy figyelj, itt van egy másik fura dán, ezt téged biztos érdekelni fog, Bang Jensen. És akkor jöttek, ugye Bang Jensen, hát voltak éppen eltemették Kopenhágába, és az kultuszát azt a magyar emigrációval ápolták. És Göncz Árpád 1992-ben egy posztumusz kitüntetést adott neki, amit csak a családjának tudott átadni, az 5 gyerekéből 4 eljött Budapestre, és akkor leült velük Dömörki János, aki filmrendezőként, meg tévérendezőként talán még ismert, leült velük az irodájába, és mondta, hogy jöjjek el és beszélgessek velük. És leültem ezekkel az emberekkel beszélgetni, ezek Amerikában élnek, ugye Paul Bang Jensen az ENSZ-hez kerül Amerikába, és ott köt házasságot, a gyerekei már amerikaiak, és kiderült, hogy 92-ben szabad világban fölnőtt jelentős emberek, ügyvéd, újságíró, üzletember, az egyik politikus nem tudták, hogy mi történt az apjukkal. Tehát ugyanaz az amnézia, az a tudatkiesés, ami minket is jellemzett, és amire utaltam a 301-es, vagy ott van az eltemetetlen halottak sora, ugyanazt érzékeltem a saját apjuk, hogy mi ez, mi történt itt, miért nem akarják tudni, és elkezdtünk velük beszélgetni, és döbbenetesen érdekesen nyílt ki egyre több és több, de ők bennük is volt egy valamiféle blokk azzal kapcsolatban, mondtuk, hogyha ők nem tudják, akkor mi utána jönjük és kinyomozzuk. És akkor egyre érdekesebb, de ebből egyébként egy Dömöki János egy filmet akart csinálni, amit aztán meg is csinált, Halál hálaadás napján, nagyon rossz címén adtam. Az volt, amit a Magyar Televízió be is mutatott 1998-ban, és ennek az anyaggyűjtésére mentem ki először New Yorkba, akkor még nagyon sok mindenkivel interjúkat csináltunk, Király Bélával, Kővágó Józseffel, azokkal az írókkal, akik 1961-ben egy nyomozást indítottak Bang Jensen ügyében, amikor úgy érezték, hogy se a rendőrség, se az FBI nem volt a helyzet magaslatán. Tehát, hogy ebből egy nagyon érdekes anyag jött létre, és egyszerűen nem engedett el, mindig volt valami újabb és újabb, és amikor már tényleg azt hittem, hogy csak akkor 2004-ben, meg 2005-ben, 2004-ben befejeztem, hogy megjelent egy könyvben Bang Jensen, és úgy érzem, hogy vége van, és akkor egyszer csak kimentem később egy ösztöndíjjal Amerikába, és mondtam, hogy na, egy csomó iratot még nem kaptam meg, tegyünk egy kísérletet arra, hát ha ezt kiadja az ENSZ, ugye, hogy mi is történt az ENSZ-ben a kulisszák mögött. És a szerencsémre ugye Bogyai Katalin volt az ENSZ nagykövet, akit ugye én korábbról is ismertem, és aki úgy gondolta, hogy képtelenség az, hogy 60 évvel az események után az ENSZ, ugye a világ szervezet, amelyiknek a nyilvánosság, meg a átláthatóság alaptörvénye kellene, hogy legyen, az zárva tart iratokat kutatók elől is, és neki is 2 éves munkájába telt, és a legmagasabb szintet, tehát a főtitkár is meg kellett keresnie, hogy ezeket az iratokat hozzáférhetővé tegye, és hozzáférhetővé tette, és ez újabb lehetőséget adott a kutatásnak. Közben nagyon sok minden előkerült az Állambiztonsági Szolgálat történeti levéltárából, és amikor most majd azt fogom hinni, hogy már kész vagyok mindennel, és leülhetek megírni a könyvet, akkor lehet, hogy megkapom az FBI-tól a délután említett iratokat. Ugye ezt azok, akik nem voltak ott, azért kedvére elmondom, hogy ugye Paul Bang Jensen, aki ennek a különbizottságnak a másodtitkára volt, és aki voltaképpen úgy érezte, hogy nem véletlen az, ami történik, főleg ami nem történik az ENSZ-ben, amikor ő eltűnik azért, hogy talán a végső bizonyosságot megkapja az igaza védelmében, akkor holtan találják meg. A rendőrség is nyomozni kezd, az FBI is nyomozni kezd, ugye a Federal Bureau of Investigation, a szövetségi nyomozóiroda, amelynek a nyomozását, ugye ez a New Yorki részleg, amelyik dolgozni kezd, leállítják Washingtonból. Ne nyomozzanak. Bang Jensen 2 nap alatt elhangasztják, 2 egymásnak ellentmondó boncolási jegyzőkönyv van, tehát, hogy bármilyen nyom, hogy külsérelmi nyom, mérgezés, tudatmódosítószer, bármi történt volna, ez ne legyen kutatható. És van Amerikában egy olyan törvény, amit ütjönök, hogy Freedom of Information Act. Bárki, ti is, benyújthattok egy kérelmet, hogy ez a történet érdekel, és szeretném, hogyha az ezzel kapcsolatos ügyiratokat nekem kiadnák, ha ez nem ütközik államérdekbe, akkor ezt ki kell, hogy adják.
Én akkor küldtem egy jelet a CIA-nek, az FBI-nak, a State Departmentnek, a Senátusnak, mert mibe telik, postaköltségre volt pénzem, és akkor jöttek ezek a válaszok, hogy nálunk semmiféle irat nincs, és egyszer csak az FBI-ból jön egy válasz, hogy ja, nálunk van 1300 oldal. És ezt azóta nem kaptam meg. Ez csak azért mondom, hogy előfordulhat, hogy... De már hogy kaphatnánk. Köszönöm szépen, ha te tudsz segíteni, akkor... Azt nem mondtam, csak azt mondom, hogy gondolkodunk. Az is nagy dolog a gondolkodásban. Mert ugye izgalmas volna tudni, hogy mi is lett az 1300 oldal, szerintem az FBI-nál nem sok emberről van. Így van, és ez nyilván nem véletlen, tehát valószínűleg nem csak... Tehát, hogy ez is olyasmi, mert azt hiszi, hogy már el tudja engedni a történetet, hogy... És akkor újra. De nekem ennek a történetnek ugye a legizgalmasabb aspektusa, amit most az elején mondtál, hogy ez a négy gyerek sem tudta, hogy az apjuk, ami történt, de ha jól értem, nem is annyira akarták megtudni, vagy szóval nem mozgott bennük ez a történet, hogy minden áron tudni akarnák. Tehát, hogy ez a hidegháború, ez nem csak Budapesten szedte ezeket az amnéziás áldozatait, hanem adott esetben New Yorkban is, mert azért ennek az 56-os történetnek a nemzetközi aspektusa olyan szempontból a legérdekesebb, hogy az ENSZ végre mostos szerepet játszott ebben az ügyletben. Ezt talán nem tudás ezt. Az ügynök ebben a felében, tehát a másik része a menekültek, illetve a segélyezésben abban. Igen. Egyébként ez nagyon érdekes, és ez minket is meglepett, ugye, hogy mi lehetett az oka, ennek lehetett egy lélektani oka is. Tehát ráadásul ez az eltűnés is borzalmas, az egy példás családapa volt, öt gyereke volt, a legkisebb, az még nem volt 2 éves, ebből csak 4-5 Magyarországra, és hálaadás napján tűnik el, most a legnagyobb amerikai ünnep a hálaadás, a családi ünnep. Mindenki együtt van, nagyon meghív, újkát sütnek, úgy van, meghívják a szomszédokat, vagy mindenki hazautazik erre, tehát és akkor 3 napig halálos csönd van, és nagy szeretet, és tényleg egy ilyen meditatív, egy hálaadás azért, hogy átsegítette őket a gondviselés az útján, és bárkinek bármilyen vallása vagy felekezete volna, ebben az ünnepségben egyként részt vesz. Na most ezt a 3 napot eltölteni úgy, hogy az apa nincs jelen, majd egyszer csak megjön a hír, hogy megtalálták, ez borzasztó. Most az anyának egyedül maradt, és föl kellett emelni ezt az 5 gyereket. És valószínűleg ez volt az ő módszere, hogy nem beszélünk erről a rettenetes pillanatról, nem idézzük föl évről évre, megpróbáljuk elnyomni ennek az emlékét. És hát ez lehet, hogy ez túl bizalmas információ, de mikor mi kimentünk, és akkor csináltuk ezt a dokumentumfilmet, akkor minden családtaggal ott forgattunk. És az ENSZ magyar missziójában rendeztünk be egy ilyen kis tanácsülem, egy kis stúdiót, és akkor ott forgattunk, és hívtuk az egyik a fiatalabb fiút, Lars Bang Jensent, és nem érkezett meg. És akkor csak a portás fölsz, hogy másfél órája valaki sétál föl le itt az utcán, lehet, hogy hozzánk jön. És akkor kiderült, hogy hozzánk jött, ez volt a Lars, aki könnyek között mondta el, hogy ő most először gondolta azt át, hogy mi történhetett az alatt a 3 nap alatt az apjával. Tehát, hogy ilyen sok hatásszerűen érte az őket, hogy erről nem csak beszélni lehet, de kell is beszélni, és ugyanolyan idős volt akkor, mint az apja, amikor eltűnt. Tehát nyilván ez egy olyan trauma volt a család számára, amivel nem lehetett úgy együtt élni, hogy ezt ne szorítsák valamilyen értelemben a tudat alá. Van már mondtak valamit, hogy milyen ember volt? A fantasztikus ember volt, velem soha nem akart egyébként találkozni, hogy nagyon sajnálok, mert egy másik dán kutató, valaki egyébként itt volt a nyáron, Bo Lidegaard, neki sikerült találkoznia, tehát nekem is dánnak kellett volna lennem legalább. És ami nagyon érdekes volt, hogy ő egy nagyon erős személyiség volt, borzasztóan a férje mellett állt, ráadásul ő is politikai szerepet játszott korábban, mégpedig annak érdekében egy diákegyesületnek volt egy nagyon karizmatikus fiatal vezére a 1930-as, 40-es években, azért, hogy Amerika avatkozzon be a II. Világháborúba, hogy ne maradjon semleges, ne maradjon szemlélő. És akkor ismerkedett meg Paul Bang Jensennel, és hát attól kezdődően ugye 5 gyermekük született, és ez elég sok elfoglaltságot jelentett a számára, tehát nem helyezkedett el, de később évben aztán dolgozott, de ezzel együtt mind az 5 gyerek egyébként a legjobb iskolákat végezte. Tehát ez nagyon fontos mozzanata még, hogy miközben egy borzalmas tragédia történt, egy olyan szolidaritás mutatkozott meg Bang Jensen irányában, hogy a legidősebb fiú az a Harvard Business School-ra jár, tehát ez önmagában egy teljes család jövedelmét fölemészti, és mindegyik nagyon jelent, és nagyon komoly értelmiségieké is váltak,
Tehát ez volt egy ilyen értelme, egy kompenzáció, amit mind a vele rokon szemező dánok, mind a magyarok, akik ezt meg tudták tenni, mind pedig az amerikaiak, tehát egy alapítvány jött létre Bangi ezen halála után éppen a család, meg a gyerekek támogatására. És lehet tudni, ki fizetett az alapítványnak pénzt? Tényleg, lehet tudni, igen, csak ezt én nem tudom. Tehát ezt meg kell találni az alapítvány, egyébként ez nagyon jó, az alapítvány ügyvédje, az Bangi ezen ügyvédje volt Clifford Forster, csak nem akarok itt egy ilyen összeesküvés elméletet konstruálni. Én talán... Hogyan? Pedig elcéloztam. Igen? Hát igen, gondoltam. Egyébként nincs kizárva, hogy igen. És az a Clifford... Na de ezt mondjuk már az ifjúság kedvéért, mi nincs kizárva, hogy ők mire célzott, akkor elmondja, hogy akkor... Ha ne csak én beszéljek. Most akkor ez egy teliszport. Jó. Tehát arra, hogy itt valami tágabb, tehát hogy ezek az események nem véletlenül történtek, és talán volt egy olyan jellegű összjáték, amelyben nagyon sokan vettek részt, azok is, akiket az ember ártatlannak, vagy legalábbis semlegesnek gondol. A dán kormány, az amerikai kormány, a titkos szolgálatok, a szovjetek, akiknek a befolyása valószínűleg nagyobb és áttételesebb volt, mint hittük, és hogy ebben lehetett valamiféle furcsa összjáték. Egyébként az sincs kizárva, és van egy olyan teória is, hogy ez egy valóságos öngyilkosság, hogy tényleg a halálba kergették, hogy tényleg meggyőzték arról, hogy teljesen reménytelen és esélytelen az élete, és amikor ezt a filmet elkezdtük, akkor nagyon sok szemtanúval beszéltük, és volt olyan, aki elmondta, hogy amikor találkoztam Bangi ezzel a halál előtti héten, akkor megbeszéltük azt, hogy milyen következő lépés következő, mikor vacsorázunk egyet, és így tovább. És volt olyan, aki emlékezett arra, hogy teljes kétségbeesésben sétált azon a területen, ahol később holtan megtalálták, és úgy látta, hogy nincs semmi értelme már az életének. Tehát ez a Clifford Forster, aki egyébként ennek a Bangi ezen alapítványnak a vezetője volt, ez egy ügyvéd volt Manhattanben, egy nagyon érdekes, nagyon sokat beszélő bácsi, akinek, amikor kikértem az anyagait a Hoover Institution of War and Peace, tehát van egy ilyen amerikai hidegháborút kutató intézet Stanfordban, akkor megtudtam, hogy részben a Német Birodalomnak a nagy keresztjét viselte, részben két olyan halálesetnek volt a közelében, amely hasonlóképpen, mint a Bangi Ezené, a mai napig vagy rejtélyes, vagy legalábbis erőszakos, az egyik Trotsky, ugye a Ramon Mercader egyik csákánnyal, a másik pedig Viktor Serzs, egy mensevik, tehát ugyancsak egy nagyon jelentős orosz politikus, a bolsevikokkal szemben áll, aki szívrohamot kap egy New Yorki taxiban. Na most nagyon sokan kapnak, úgy látszik szívrohamot a New Yorki taxiban. És mind a két esetben ez az ügyvéd tűnik föl a legutolsó fázisában a történeteknek. Tehát ez egy nagyon érdekes, ennek is ez is egy olyan szál, amit esetleg az FBI-ban egy újabb 10 év múlva majd kiadnak valamit. Tehát ezek mind nagyon érdekes, és ez utalhat egy összeesküvés elméletre, csak ugye az ember ilyenkor nagyon óvakodik attól, hogy a fantáziáját nagyon szabadon engedje, de lehet, hogy az lenne a jó megoldás, hogy az ember elkezd... Hát ha már író volt. Voltam. Író voltam. Most már igen, most ez a történeti kutatás, mint az ember arra jön rá, hogy a valóság az sokkal izgalmasabb, tehát az én fantáziám az nyomában nem jut annak, amit mondjuk ilyenkor én kell, hogy lássak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes mozzanat. És az is nagyon izgalmas ebből a szempontból, hogy a család, a Nina Bangi ezen a legfiatalabb lány jött el Magyarországra, volt az úgynevezett négyigenes népszavazása, magamfajta veteránok emlékeznek még rá, ez a rendszerváltás előtt történt, ugye, hogy a kommunista pártot meg lehessen fosztani a hatalmától, hogy Kozsga Imre ne legyen köztársági elnök, hogy a munkásőrség számoljon el a vagyonával, és így tovább. És akkor, hogy a népszavazás, ugye, amit akkor még nem a demokratikus erők szerveztek, az csak ugyan fair módon zajoljék le, ezért jöttek nemzetközi megfigyelők. És Nina Bangi Jensen egy washingtoni politikai intézetből idejött, akkor éppen a gyermekét várta, aki most már political science tanul, és idejött, és egyszer csak a taxi sofőrnek mondta, hogy akkor megmondták, hogy Nina Bangi Jensen névre kérik a kocsit, és a taxisofőrnek leesett, hogy kinek a lányát fuvarozza ő, és akkor döbbenetesen szembesült a lány azzal, hogy van egy ország, ahol az ő apját, akiről ők nem nagyon tudnak, hősként tisztelik. Egyébként a 301-es parcellában van egy emlékhely Bangi Jensennek, tehát hogyha oda elmennek esetleg Nagy Imre, Losoncigéz és a többiek mellett, ugye a hamvak nem ott nyugszanak, hanem Kopenhágában, ahol egyébként most egy szobrot állítottak tavaly Bangi Jensennek. És ami nagyon érdekes, a Korvin közben is van neki egy emléktábla, annak sajnos a felirata kicsit hibás, és a külügyminisztérium aulájában, tehát a bentéren van egy mellszobra
Bang Jensennek, tehát ez is az, talán az, ott az egyetlen külföldi, ugye csupa magyar arisztokrata helyezkedik el körülötte. Van-e egyéb kérdés, mert... Igen, itt sok mindenről szó esett. Ez talán túlmenően. Nekem lenne, átneveznénk akkor a nemzetközi vizekre inkább, és a magasabb politikai szintjén, mert nem sok szó esett igazából az Eisenhower kabinetről, és az szeretél. Most mennyire volt ténylegesen determinálva az, ami történik, hogy a szovjetek gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, vagy mennyi mozgástere volt az Egyesült Államoknak, és mennyit mert ebből felvállalni, vagy mennyit nem. Nagyon fontos kérdés, így van, mert ugye az amerikaiak hirdették azt, hogy soha nem hagyjuk őket magukra, hogy a rab nemzetek bízzanak bennünk, és így tovább. Na ez változott meg 56 után. Van egy nagyon jelentős könyv Borgi Lászlónak a nagyhatalmi érdekek hálójában, aki éppen ezt a kérdést dolgozza fel az amerikaiak viszonyát a magyar politikához az első világháború végétől kezdődően, hogy mennyire csak az amerikai érdekek diktáltak, és mennyire periférikus volt az, ami Magyarországon történik, és ő nekik ez igazából nem volt más szempontból fontos. Ami az Eisenhower történetben nagyon érdekes, az az, hogy választások zajlottak ugyanakkor. Tehát amikor a magyar események éppen a legélesebb és a legkritikusabb fázisba érkeznek, akkor ott elnökválasztási kampány van, és Eisenhowernek az a fontosabb, hogy megnyerje a választást, és nem mer kockázatot vállalni, még egy erőteljes politikai nyilatkozattal sem. Ráadásul Dulles külügyminiszter ebben az időben műtőasztalra kerül és rákkal operálják. Tehát a két legjelentősebb amerikai politika, két legjelentősebb résztvevője vagy képviselője kikerül a mozgásérbe. Egyébként nagyon érdekes, hogy az amerikai, hogy a Szabad Európa Rádión keresztül azért befolyásolták az eseményeket, mégpedig úgy megkérdezték, bocsánat, hogy nevettem, megkérdezték Varga Bélát, Monsignor Varga Bélát, a nemzetgyűlés utolsó elnökét, aki Amerikában talált menedéket, hogy ki ez a Nagy Imre? Mondta, ó, hát Nagy Imre a magyar történelem legsötétebb árulója. Na hát akkor ezt el fogják támogatni, mert Mindszenti fogják támogatni. Tehát a Szabad Európa Rádió az amerikaiak utasítására hosszú időn keresztül aláássa Nagy Imre tekintélyét, kommunisták mindegyformák, ne higgyetek neki, majd hogyha a Herceg Prímás szóhoz jut. Most Herceg Prímás tart egy olyan beszédet, ami az amerikaiaknak se esik jól, mert hogy részben a környező országokat megijeszti, hogy itt mi történik, részben, hogy esetleg itt egy olyan fajta elszámoltatás kezdődik, amire nem számol, vagy amire nincs szükség, részben esetleg visszakapják az egyházak a birtokaikat, és így tovább. Tehát egy sor olyan, és hát a maga a beszédnek a tónusa is olyasmi, ami nem igazán megfelelő ebben a pillanatban politikailag, morálisan, meg meggyőződését tekintve nyilvánvalóan a Herceg Prímás nagyon őszintén beszél. És hát ezt követően ugye ez megint csak kártyát ad a kommunisták kezébe, hogy lám, itt egy restauráció, egy hortista restauráció következik. Tehát az amerikaiak ebben az értelemben nem voltak a helyzet magaslatán, ráadásul nincs követ. Ebben az időben ügyvédő van Magyarországra, majd meg Magyarországon, majd megérkezik a követ, aki nem adja át a megbízó levelét Nagy Imrének, mert az a magyar történelem legsötétebb árulója. Erről egyébként csináltunk egy tévéjátékot Bereményi Gézával, Szabadságtér 56 címen, én írtam a forgatókönyvet és Bereményi Géza rendezte meg, és akkor ezeket a diplomatákat Mácsai, meg Eperjes, meg mások játszották, ez se egy jó film, de érdekes. És azért volt nagyon érdekes, mert ezeket a dokumentumokat meg lehetett akkor, talán ezeket ki is adták egyébként ebben az időben, és most már rengeteg dokumentum került elő, tehát az amerikai levéltárak azok nagy részt, tehát az állam, mi levéltárak, azok nagy részt nyitottak, csak a szolgálatoké nem. Tehát nagyon érdekes, ez a Wales nevű nagykövet nem adja át a megbízó levelet Nagy Imrének, és aztán Kátárnak se adja. Tehát haza is küldik. Igen, mert azt sem tartják legitimnek. De ez azt jelenti, hogy voltak éppen nincs beleszólásuk. Miközben a briteknek egy zseniális követük van, egy Fry, Leslie Fry nevű angol, aki hallatlanul pontosan érzékeli, hogy mi történik Budapesten. Nekik van végig távirati kapcsolatuk Londonnal, tehát a más követségek is oda mennek, és azt ráadásul az ÁVÓ nem hallgatja, de a francia követségét lehallgatja az ÁVÓ, ez ma túltatható a történeti állambiztonsági szolgálat történeti levéltárában. Tehát az amerikaiak ilyen szempontból nagyon sok problémával szembesülnek, ráadásul ugye menedékjogot adnak Mindszentinek, ami mindenféle nemzetközi jogi egyezménynek ellentmond. Tehát ezzel nagyon sérülékenyé teszi az amerikai missziót itt Budapesten. És ugye folyamatosan ez egy adó lehet a
a kommunista hatalom számára. De visszatérve Eisenhowerre, ő egyébként később hát borzasztóan szépen szól a magyarokról, érzékeli azokat a külpolitikai hibákat, amiket elkövettek. A Szabad Európa Rádiónál vizsgálat is indul, és el is bocsátják azokat a nagyrészt magyar munkatársakat, akik felelősítehetők azért, hogy olyan ígéreteket tettek, amelyeket nem kellett volna, illetve hát a rádiónak az egész tónusa, ugye ez a Bell ezredes, aki katonai utasításokat is adott, hogy ezekkel kapcsolatosan valamiféle vizsgálat indult el, és ezután fordul meg az amerikai, a kelet-európai országokkal kapcsolatos amerikai külpolitika, hogy nem biztatják többet őket azzal, hogy dobják le a láncaikat. Éljetek a láncaitokkal, és növeljétek a mozgásteret. Nagyon érdekes, hogy Lengyelország esetében korábban születnek tervek arra, hogy ha lengyelek föllázadnak a szovjetek ellen, akkor hogy tudnának esetleg segíteni. A magyarok esetében ilyen tervek nem születnek, sőt, nagyon óvatosak, hogy a NATO-nak az összes csapatmozgását leállítják október végétől kezdődően, nehogy azt higgyék a szovjetek, hogy valamiféle beavatkozás készül. Egyedül Frankó tábornok az, aki azonnal egy repülőnyi fegyvert és önkéntest küldene Magyarországra, és nem győzik az amerikaiak is leállítani Frankót, hogy ne csináljon ilyesmit. Az osztrákok nagyon vigyáznak arra, hogy senkit ne engedjenek át, ezzel együtt vádolni fogják ők az osztrákokat, a magyar kommunisták azzal, hogy fegyveres fasiszta csapatok kelhettek át, amiből egyetlen szó sem igaz. Tehát itt egy ilyen teljes megbénulása volt a teljes katonai gépezetnek, nehogy provokálják a szovjeteket, és nem merült föl egy perc, tehát se az, hogy ENSZ seregek jöjjenek ide, se az, hogy amerikai seregek jöjjenek ide. Egy, amiről éppen délután beszéltünk, egy olyan hipotézis, hogy hát esetleg egy taktikai atomcsapást elhelyeznek a szovjetek utánpótlási vonalára, akkor azzal talán megmentik Magyarországot, és erre mondták azt, hogy hát úgy mentik meg, hogy sokkal több áldozat lesz, mint hogyha a szovjetek bejönnek. Tehát ez az összes, volt ez a nemzetbiztonsági tanács, amelyik rendszeresen ülésezett, és amelynek Eisenhower is, meg a hadügyminiszter is részese volt. Egyébként megjelent most egy Weissner nevű újságírónak egy könyve a CIA-ról. Nagyon vastag és nagyon izgalmas könyv, mindjárt eszem, egy Legacy of Ashes a címe, tehát a hamvak öröksége, amelyik hát egy elképesztően lehangoló képet állít ki a CIA-ról, mennyire nem is volt annak idején, hogy a hírszerzésnek semmiféle képviselője, ami Magyarország közelében sem, valami alkoholistának sikerül bevinni a Bécsig. Na most, tehát hogy egyáltalán nem voltak informálódva arról, hogy mi történik Magyarországon, és hát éppen ezért igazából nem is tudtak. És Cabot-Lodge, Henry Cabot-Lodge volt az ENSZ nagykövet, aki nagyon sokszor vetette föl a magyar ügyet, de soha nem jutottak el, hogy határozati javaslatot terjesszen be. Ráadásul a szuezi válság miatt megromlott a kapcsolata az amerikaiaknak a franciákkal és a britekkel, mert hogy őket sem értesítették arról, hogy támadni akarnak Suezbe. Tehát megszűnt a beszélő viszony a nyugati demokráciák között, akik egységesen léphettek volna föl. Tehát számos ilyen apró mozzanatból állt össze ez a nagyon lehangoló kép. De ugye Borhi László könyvét azt nagyon ajánlom, és Magyarics Tamás volt a vendége a IASZK-nak korában, és ő is rendkívül érdekes tanulmányokat és forrásokat tett közé 1957 és 67 közöttről is az amerikai külpolitikából. További kérdés? Hát amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönjük. Gondolom, hogy mindenkinek nagyon tanulságos volt, amit hallottunk. Köszönöm szépen a figyelmet! És...